6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, itt van a Gyuri. Jó reggelt, hello. És Anett is itt van, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. És nyilván sokan hallottátok már tegnap, és nem véletlenül szólt a Start miatt a Rolling Stones-tól, mert tegnap érkezett a hír, hogy sajnálatos módon betegség... után, hosszú betegség után talán lehet így fogalmazni, de több előtt. Színműtét előtt elhunyt a Rolling Stones dobosa Charlie Watts, akiről egyébként a Rolling Stones minden tagja azt mondta, hogy ő maga az igazi, a Rolling Stones. Tehát, igen, hogy nélküle a banda nem lenne ilyen, amilyen. De ezt tényleg Jagger szájából hallottam ezerszer, Keith Richards szájából. Hihetetlen érdekes figura, mert ő volt az a szürke eminenciás. Igen. Tehát, hogy a világ legnagyobb színpadain, a világ legnagyobb stadionjában ott felül egy felsőtamos dobbal, és üti azokat a pici dolgokat, amelyek óriásiak egyébként. Hihetetlen stílus egyébként, igen. És amellett, hogy a legjobb dobosnak is megválasztották a legjobban öltözött zenésznek is. Hát mert így idős korára tényleg úgy nézett ki, mint egy angol gentleman. De ellentétben, aki... Egyébként valahol az is. Hát ő abszolút így van. Tehát egy finom angol úr, aki délután 5-kor elkortyolgatja a teáját, igen, így képzelem, és egy színpadon áll a rockstar ikonnal, Jaggerrel, vagy Keith Richardszal, vagy Ronnie Wooddal. Miközben egyébként jazzdobos volt alapvetően. Igen. 14 éves korában kapta az első dobot, de előtte már nagyon érdekelt a dobolás, én azt most elolvastam, volt egy banjója, és nem szerette a nyakán a pöttyöket, ezért ő leszerelte a banjónak a nyakát, és abból csinált pergődobot. Mert hogy a banjó teste ugye egy hát ilyen kis dobszerű valami. Dob. Igen. Na jó, hát most itt nagyon sok sztorival nem tudunk előrukkolni, de hát egy óriási veszteség, ugye a nagy kérdés, hogy szeptemberben indult volna, ezt még nem tudjuk. A Rolling Stones amerikai turnéja, és akkor már bejelentették, hogy lehet, hogy Charlie nem fog felépülni addig, de akkor gondolom már egy B-verzióval gyakorolnak, próbálnak, hogy ez a turné valóban elindul-e ennyire közel az ő halálához. Nyilván figyelemmel fogjuk majd kísérni. Gondolom, hogy a Rolling Stonesnak nem lesz így vége, Mick Jagger a pop rock világban az egyik legkomolyabban vett üzletember, és hát ne felejtsük el a rajongókat. Ti hogy vagytok? Te, mint tudom én, egy Rolling Stones-ra Charlie Watts nélkül is elmennénk, nem? Persze. Mindenképp hát azért a Jaggert látni, a Keith Richardsot látni nagyon fontos. Igen. Hát Isten nyugasztalja, Charlie Watts. Óriási figura. Tényleg óriási figura. Nézzük az első SMS-eket. Jó reggelt, Gabi, Papi, Laci, Gyuri. Gondoltam, írok, hát a Kenterbe verem a McLarenest, mert én mostanában csak 7 körül csatlakozom, így esélyem sincs reggeli SMS-re, de attól még töretlenül veletek vagyok. Tibi Dániából írta 0 óra 14-kor. Azt a mindenit. 4 óra 8-kor Bacsa Deutschlandból, Heidelberg 12 fok, akkor jó reggelt és Weitrnava, leánykori neve Nagyszombat, 13 fok, 6.08 lett, 4.08-kor Zoli, és Csibés is még 4.35-kor, Buenas Morgenke, hé, Fedő. Mondom, ez a fedél, amivel lezártuk a tegnapi műsort. Gyere már le a fazékról, most engedd már, hogy hat kanalazunk már belőled, Háder papa. Csak egy megjegyzés. Ó, de szép kép. Piszok jól látható a repülési zóna a Csibe szobájának az erkélyéről, tehát így helyjegyek választási malacra cserélhetők, vagy igen, Csibés. Tehát Csibé... Páholyból. Ők onnan nézik. És Vej, Gabi bátyám, itt vagyok. Ő a McLarenes. Aha. Elmondom nektek, 4.42. Igen, a cápa horgászat eredménytelenül zárult, viszont megtanultam, hogy a tapasztalat hatalmas előnyt jelent az élet minden területén, hiányoztatok a McLarenest. Hát te is nekünk, és hát gyakorlatilag minden nap a neved elhangzott, mindenki rólad írt, mindenki hát téged próbált. Voltak. Abszolút, így van. Nos, adjon Isten, tudjuk ma agráris mit volt, de holnap után Flying Day, szép napot mindenkinek, Jóci a sztárpásztor. M4, Péteri lehajtó előtt Pest felé óriási baleset, kamion, busz, autók. Tehát M4, Péteri lehajtó. És Depárgyó is itt van, Buenos Aires köcsökök, Agrár Wednesday, rakott krumpli készül, sajnálom a Fradit, Depárgyő a csalódott. Mert ugye 3-2-re kikaptak a Young Boys-tól, így az Európa Liga jutott nekik, és nem jutott a továbbjutás a Bajnokok Ligájába. Én is sajnálom. Jó, de látom az kifejezésre, hogy nem is nagyon ért. Ja, az eredménytől függetlenül én sajnálom a Fradit. Nem, hát én is. Én szeretem, amikor szépen
apró lépésenként a magyar futball lépked előre. Tehát az egy jó érzés, csak aztán mindig megmutatják, hol vannak a határaink. Igen. Még ha ez külföldön is teszik ezeket az apró lépéseket egyesével, kicsikében. Az is, hát persze. Na, Anett megírta az időjárás jelentést, ugye tegnap is azt kérdeztem tőled, a németeket se olvastam el direkt, azért, mert csak a te szádból vagyok hajlandó elfogadni, hogy a nyár visszatér-e még. Vissza, a 25 fokos meleg azért még visszatér a jövő héten. Tehát a 25 fokos, de nem a 30. Oké, na nézzük, esernyő helyett ma a pulóver lesz a befutó. Ezt a hírekben is így mondtad? Nem. De pulóvereztél? Igen, de ott a... Ott valami pulóver volt? Hát, hogy nem maradjon le a pulóver. Öltöztesd már fel a hallgatót, jó? Itt az átlag hallgató fel kell ma reggel, jó? Tehát birtokában vagy a híreknek, az időjárás jelentésnek, stb. Az átlag hallgató mesztelen, jó? Ma reggel mesztelen az átlag hallgató. Milyen legyen az átlag hallgató? Milyen nemű, férfi vagy nő? Bármi, lehet egyébként, akár most legyen egy nő. Legyen jó? Egy nő. Jó. Milyen korosztály? Mondjuk egy 40-es. Oké, te mindent tudsz a világról, ő most ébred csak. Igen. Jó, öltöztesd fel. Jó, gyorsan szaladjál oda a szekrényedhez, vegyél fel egy bugyit. Van ennél helyesebb? Vegyél fel egy bugyit, jó? Rajta van a bugyi az átlag hallgató nőn. Igen, 40-es. Utána egy mellható, és ezt követően szaladj egy harisnyáért, mert mindenféleképpen szükséged lesz rám, hiszen hűvös a reggel. Ez a nejlon harisnya, ez a bőrszínű. Aha, oké, okay, csak nem tudom, ez nincs magas, nálunk. Igen, de hogy magas sarkuba menjem a mindenféle. Miért az eső az... Nem, ma ilyen időnap. Magas sarkús idő van? Igen, ma én is. Most ott áll egy szál bugyiban, egy melltartóban, és egy magas sarkú van a te átlag hallgató nőd. És milyen jó ez a kép. Most feküdjön vissza, vagy... Húzza fel a magas sarkút, és dőljön vissza. Igen, nagyon korábban. És egy harisnya van rajta. Igen, na, tovább. Jó, szerintem egy farmer, ma mindenféleképpen jó jön. Először vegye le a cipőt, meg kiszúrja a farmert. Igen, vagy ha, az, tehát, ha nem szűk a farmer, akkor fel tudja a cipőn is. Hát maximum trapéznál. Igen. Jó, akkor gyorsan egy farmer, szerintem egy póló jöhet, mert délután sütni fog a nap, viszont egy kardigán legyen nála, uh-huh. El is veheti még most kora reggel. Most még felveheti, nem lesz igen. Baj. Igen, és lassan indulna. Az esernyő a táskájában legyen ott. Ha nem kardigánt akar felvenni, akkor egy bőrcs, aki most azért jól jöhet. Mm. Milyen kis lezser jófej 40-es asszont küldtél most bele a világba. Igen. A világba, igen. Igen. Okay. Na jó van. Igen. Ezt akartam mondani, hogy aki egy pár másodperccel később kapcsolódott be, és férfiként most ezt velünk együtt csinált, tehát az bajban van. Továbbá folytatja Anett csípős a reggel, olyan kora őszi. Szerencsére nem marad tartósan velünk. Délután már napos 25 fokos időnk lehet, csapadékmentesen, holnaptól viszont nem maradunk szárazon, országszerte eshet majd, jövő héttől javulgat az időjárás. Ma Lajos és Patrícia névnapok vannak, és ugye te is megemlített Charlie Watts távozását a földi zenekarból. Igen. Olyan szépen mondtam. Igen. Igen. És... azt mondja az Anett, hogy a Rolling Stone magazin 2016-ban minden idők 12. legjobb dobosának választotta meg, ami nem egy rossz hely. Igen. Minden idők. Na, ma lenne 91 éves Sir Sean Connery. Igen. Wow! Nem, most csak csodálkozom, aztán most jutott eszembe, hogy fú, nekem ez ki is maradt, hogy elhúny, de aztán igen, mégiscsak. 72 éves ma Gene Simmons, a Kiss együttes basszusgitáros énekese. 58 éve fogott egy ilyen kis tálkát, tett bele egy pókot és öntött rá átlátszó ragasztót, hogy meglegyen az olyan csatja, amilyen a bocskornak is volt. Bomban. Így van. 51 éves Claudia Schiffer. Édesem! Mennyire jó nő még. Jó nő, igen, ő nagyon aranyos nő is. 58 éve ezen a napon Paul McCartney 31 font pénzt büntetést kapott, mert egy évre bevonták a jogosítványát gyorshajtás miatt. Igen. Nagyon ez is megvan neked. ez a kettő volt. Igen. Ez most komolyan? Tehát volt egy kis gyorshajtása Angliában, és megbüntetik 31 fontra, és ez nekünk évforduló? 58 évvel később. 58 igen, évvel később. És egy évre elvették a jogosítványát. Aha, így már értem még a súlyát. Sir Sean Connery hallgatja a Mennyországba, hogy na milyen évfordulók vannak, megemlítenek, és mondják az ő születésnapját, és aztán pedig mondják, hogy a Paul McCartney megkapott egy gyorshajtási bírságot. Hát köszi! Ez vagyok én. Ez vagyok én. És ma van a szingli csajok világnapja. Zárójelben hurrá. Írja Anett. És milyen ez a nap? Jól éled meg? Most még jól. Most még jól délutáni, kibírod? Igen. Akit felöltöztettél ma reggel, az szingli volt?
Szerintem igen. Ja. Igen. Szingli csajok, drágáim, hát nagy ölelés nektek, hogyha szomorúan éritek meg ezt a világnapot, akkor együtt érzünk veletek, fogjuk a kezeteket, amennyiben boldogan éritek meg, mint ahogy Anett is még reggel, majd délután már nem annyira, akkor viszont másképp ölelünk. Igen, Pasi továbbra sem lesz, de ünnepeljétek a szingliséget. Gratulálunk! Ja, na, Pécs 16 fokos, 26 lesz, kevés felhő, Miami 19, 35 lesz, kevés felhő, Tiszakécske 15 fok, 23 a csúcs, kevés felhővel, Mezőtúr 16 fokos, ott 25 lesz, és Budapesten 15 fokkal kezdünk, 23 lesz nálunk csak a csúcs. Jó, gyerekek, jön egy nagyon jó pofa téma. A szomszédos téma, Gyuri azt mondta, a Gyuri ugye egy rutinos szerkesztő. Gyuri az vagy, nem rutinos szerkesztő? Hát van pár év mögöttem. Van pár év mögöttem, papa. Igen. És a Gyuri mindig azt szokta mondani, de ez már tényleg már a Music FM-ben is hallottam, hogy bocsi, a szomszédos téma mindig jó téma. Mert a szomszédja mindenkinek van. Ez bölcs. Egyébként. Ezzel nem lehet hibázni. Ha szomszédos témát találsz, azzal nem lehet hibázni. Az mindig érdekli a hallgatót. Uh-huh, igen. Igen. Nekem nincs szomszédom. Na de hülye, te emeletes házba laksz, ne oldalra nézzél, fölfelé meg lefelé. Tényleg? Nekem is van szomszédom? Mindenkinek van szomszédja. Így van, vagy így, vagy úgy. És azért ragadtuk meg ezt a témát, amit itt találtunk az egyik labban, mert képzeljétek el, a címe az volt, hogy Hollywood pokoli szomszédai. És ez nagyon jó, mert minden nevet ismerünk. És minden névről megtudjuk, hogy ők miért számítanak baromi rossz szomszédnak. És egyébként döbbenetes a lista, mert olyan pitiáner dolgokat csinál némelyik, hogy na. Hát van pitiáner, és meg van olyan, amire azt mondjuk, hogy gyerekek, hát erre most nem tehet. De elmondom a névsor gyorsan, Jennifer Lopez és Ben Affleck, ugye, ők pokoli szomszédok. Russell Crowe. Hogy ő miért? Na, az izgalmas lesz. Ott lesz vita, hogy Russell Crowe egy pokoli szomszéde, vagy hadd csinálja már azt, amit akar. De ugye kellemetlen, a szomszédok jelentették, hogy ez neki kellett. Tom Selleck, na ő is csinált egy olyat, amit nálunk is csinált egy trombitás, és na, nem mondom el most, Jennifer Garner, Ben Affleck volt felesége, Gwyneth Paltrow, ők nagyjából hasonló bűnt követtek el, és Bill Gates. Pokoli szomszéd a Bill Gates. Pokoli szomszéd a Bill Gates, de bár ez a múltból van, ez a pokoliság, pont amikor elvette a feleségét, akitől most elvált, akkor emlékeznek vissza a Seattle-i otthonukban a szomszédok, hogy Bill Gates mit művelt. Ajaj. És most attól tartanak, hogy elvált, ezt újra művelni fogja. Fejleszt egy új Windows-t. Nem, az nem zavarja a szomszédokat, de bár lehet. Na jó, szóval, és nagyon kíváncsiak vagyunk, első körben arra, és most tényleg mindenki erőltesse meg az emlékét, biztos sokat költöztetek, hogy volt-e sztár szomszédod, aki kicsit nagyod, de pokoli volt? Aha. Sztár szomszéd. Mert hát azért valljuk be, hogy ez itt nem Hollywood, meg nem New York, tehát itt a mi magyar sztárjaink laknak nagyon sokszor társasházban, jobb esetben egy családi házzal, de hát ugye szorosan szomszédok között. Igen. Tehát, hogy biztos, hogy van köztetek is olyan drága hallgató, aki lakott már sztár mellett, és el tudja mondani a furcsa, zavaró szokásait. Mellett, hogy sztárként egyébként többet is enged meg magának. Uh-huh. Szomszédként is. Igen, igen. Simán. És pont ezért ezt inkább elnézzük egy sztárnak, vagy inkább még zokonabbul veszük. Ez szép, ugye? Igen. Még zokonabbul veszük. Kiszórta a szemetét a házam elé, de olyan szépen énekel. Gyerekek, én annyit hallottam és olvastam, ugye, már hát nyelvészként is a nyelvújítókról, és rájöttem, hogyha én nem újítok, nem újít senki. Tehát ezért van a zokonabbul, meg a brilliancia, ja, meg... Még egy teher, ami a válladra hullott. Nagyon, nem mondom azt, hogy teherként viselem, de ha jön, engedjétek. Jó. Hát mi hagyjuk, persze. Ez nagyon felhigult a nyelvújító szakma mostanában, tehát ezért neked vinni kell a régi nyelvújítás. Kemény vaskalapos vonalat. Igen, mert mindenki... Ugye a másik oldalon a nyelvészek meg azt mondják, hogy nem, a nyelvet azt őrizni kell úgy, ahogy van, meg kell őrizni, amilyen. És hogyha valaki nem újít bátran, például zokonabbul. Ja, ott fogunk állni, az a 19. századi szókészletünkkel, aztán nézhetjük. Ne. Pontosan. Segítek nektek. Köszönjük szépen, Gábor. Na, szóval ez lesz az egyik témánk. A másik pedig, most olvastuk, hogy nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Tehát ugye maga az, hogy láttál-e UFO-t, igazi az UFO észlelés az égen, ez már nem tudom, a 40-es évektől kezdve foglalkoztat bennünket, mindig van valami felvétel, mindig egy picit elmosódott, aztán most ugye az amerikai
kormány, vagy a Pentagon nyilvánosságra hozott bizonyos aktákat, aha, amelyek titkosítva voltak, pontosan ilyen UFO észlelésekkel kapcsolatban. Barack Obamának volt egy félreérthető megjegyzése, hogy vannak-e, nincsenek-e idegen lények, és én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, szkeptikusak vagytok ezzel a dologgal, hogy ezek az UFO-k valóban itt járhattak már többször, vagy azt mondjátok, hogy hát nyilván, hát ez... Én szerintem egyértelmű, hogy az, hogy voltak-e itt, vagy jártak erre, vagy szaglásznak erre felé, az sejthető, de hát azért ne gondoljuk, hogy amikor éjszaka van sötét, akkor ott van egy nagy fekete függöny, azt ott vége van. Ez a földhöz tartozó kis izételek, azt annyi, hanem ez sokkal nagyobb, tehát hogy... Hogyne, és én is így vagyok ezzel, de hogy ezek tényleg olykor ide jönnek-e megnézni bennünket? Tehát itt ez a kérdés. Hát... Vagy itt vannak-e közöttünk? Sőt, az is lehet, hogy itt is vannak közöttünk. Lehet, hogy céllal jönnek, ha jönnek, nem csak úgy kirándulni. Tehát ez a szokásos mondatok jönnek erre, a lehet. Ugye? De valaki, egy jó barátunk látta. És ne. Mi? De. És ő is szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, és olyan fényjelenséget látott, nem csak látott, hanem le is videózta útközben. Mm. Megmutatom, hogy ő mit mondott, amikor ezt a videón rögzítette. Hallod, gyerekek, ez nem kamu, ott valami történik. Most már lassan 3 perce látjuk ezt a alakváltó fényes valamit, úgy, hogy mögöttünk van a nap. Tehát nem lehet nap visszaverődés, ott van a nap. És eddig egy volt, és most ketté osztódott. Mm-hmm. Lotfi Begi, és ő maga is csodálkozott azon, ugye ezt a kitett az Instájára ezt a videófelvételt, és ezért mi felhívjuk Begit, és megkérdezzük, hogy mi volt. Mert ő ugyanúgy állt hozzá ez a dolog, tehát ő nem UFO hívő, de az, hogy és ez egyébként, ha jól tudom, délutáni órákban volt, vagy délelőtt, tehát nappal volt. Még nappal, bőven, igen. Bőven nappal volt, és úgy észlelte ezt autózás közben. Igen, tehát a magyar zenészeknek milyen kiélesedett érzékeik vannak, hogy a magyar zenész mindig észreveszi az UFO-t. Igen, mert nem? Érzékenyebb, mert művész. Igen. Vagy nem tudom. De mindegy, de Begivel beszélünk erről, őt hívjuk telefonon, és el fogja mesélni, hogy pontosan mi volt ez az élmény, hogy ezt jelentette valahova, kapott-e erre magyarázatot, majd el fogja mondani, hogy ez pontosan mikor és hol történt, és ha esetleg ti hallgatók is láttátok ugyanazt, mint Begi, akkor beszéljünk róla. Uh-huh. Jó? Na, 9 van, vagy 9 lesz, és 9-kor ugye Agrárszerda, ami drága vokcinkkal, és van egy új hobbi a Vogának, a gyümölcs aszalás. És ez nagyon irigylem tőle, mert vagy veszel egy aszalógépet, ami ronda, tehát nincs szép aszalógép. Ezt csak mondom neked. Ez egy nagy hibája egyébként az aszalógép piacnak. De tényleg rondák, nem tudod hova tenni, ronda, stb. Ugyanak az aszalás nagyon, gombát is lehet aszalni. Wow, az nagyon jó. Igen, bizonyám. Ó, télen, amikor akarsz csinálni egy jó tésztát. És nem akarom, hogy a Voga nekem béraszaljon, de... Ez is egy nyelvújítás volt. Igen, a nyelvújítótok most már sokat mond. Figyelj, jegyzeteljetek. Óriási. Béraszalás, igen? Szóval én is szeretnék nagyon aszalni, de nem akarom a Voga barátságát arra kihasználni és felhasználni, hogy béraszaltatom. Ja. Figyelj. Lehet, hogy még a törvény is bünteti, nem tudom. Igen, nem tudom, hogy az is jövedéki adóra esik, vagy nem a béraszaltatás. Majd erről beszélünk 9 után. A tegnapi nap legjobb pillanatai következnek, és ez meg egy szintén jópofa téma volt, teszem hozzá. Ugye az, hogy a nőknek van a humora, nincs a humora, ez mindig egy ilyen vita téma, a férfiak mindig azt mondják, hogy nincs. De ez nem lényegtelen, egyébként a randizáskor maga a humor, mint faktor, amikor a nő hozza, és nem annyira sikerül jól, mert előfordul, de a férfiak rögtön szóvá teszik, hiszen kik a humor királyai, a férfiak legalábbis, ez az általános vélekedés, de tisztába akartuk rakni a kérdést, úgyhogy fölhívtunk egy humoristát, Ráskó Esztert. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz 11 perc múlva. Fontos üzenetek, egyrészt itt van az, hogy a szép reggel, drágáim, ma van a drága kis pöppi szüli napja. 13 éve volt főni, hogy említést tettél róla, imádom őt és titeket is, szép napot, Pöpi a hentes. Tehát saját magáról. Édes drága Pöpi, hát ölellek, csókolom a kis rózsaszín fejedet. Hát boldog szüli napot. Igen, igen, igen. Na, jó reggelt, hadműveleti bázis, vegyétek le a fedőt a műsorfazékról, azt keverjetek egy jó műsorba, sohasem volt másként, sajnos megint egy rock legendával szegényebb lett a föld. Nagykozár 14, ez a nagykozári fuvarostól. Jelentkezem, Bocskor parancsnok, esküszöm, meghallom a 608-as akció promóját a rádióban, és azonnal vigyázálásba vágom magam, és tisztelgek is hozzá, puszi. Fati? Helyes, nagyon jó. Cuki vagy. Jesszus, de cuki, ez az Anett? Szép napot, köcsökök. Igen, és Anett még szól neked, azt mondja, na, basszus, Anett, ha hamarabb mondod ezt az időjárási öltözködést, akkor ma piros tűsarkút veszek fel, de sajnos csak munkás ruhában indultam el, na majd holnap. Szép napot kívánok neked, puszi, piroska.
Ó, de kár, hogy nem mondtam hamarabb. De nem is tudtam volna nagyon hamarabb mondani, ugye? Tehát... Hát nem. Nem. Maximum a saját híreidben. Igen. Jó reggel, srácok, jó a műsor, boci. Boci az én vagyok, bocsi, elnézést magamtól. Bocsi, a 20-as épület büféjében most főtt le a kávé, pénteken várunk szeretettel, Bobby. Ú, de még milyen kávé, azt várjuk. Milyen? Az a, ott a kantinban volt az a kávé, de a 20-as, azt tudod, ahol mentünk a ruhapróbára. Igen, és ott is dicsérték a kávét. És ott van egy ilyen kis bűnbarlang, én nem tudom, megvan-e még, még a MIG pilóták annak idején, nagyon szürreálisan van berendezve, kis kanapé, meg minden, ott egy jó kávét meginni. Hát például. Megyünk, Bobby, megyünk. Anyag poharas kávé van? Nem, ott nagyon jó kis csésze volt. Csészével, igen. Uh-huh. Anett, szerinted egy 40-es nő harisnyát vesz jeans alá? Én még télen se. Charlie Watts uncsi mód dobolt mindig. Claudia Schiffer se jó nő. Csak én ne lássak UFO-t. Hú, de szép életed lehetett eddig. Haszna mindenit. Van-e még valaki, akit ki akart osztani? Igen, mert hogy azért a véleményed megvan mindenkiről, ez jó. Így van. Fontos. Na, Laci, mi az, ami... Mondom, gyerekek, tilalmakat hoztam a világ különböző tájairól, minden országban, sok országban vannak furcsa tilalmak, amit ott nem szabad csinálni, és mondjuk a turistaként odamész, akkor jó, ha tisztában vagy vele, ebből mondok néhányat. Görögországban, de ez már szerencsére az EU-nak köszönhetően, mert jó, hogy van az EU, megszűnt, a videójátékokat tiltották be 2002-ben. Micsoda? A videó, de kompletten. És le is tartóztattak egy srácot, aki egy internetkávézóban játszott valamilyen online játékkal. És azt mondták, hogy nem. Nem, hát ez... 2002-ben nem is volt annyira online, volt biztos, hogy online, de hát ugye ezek a konzolok voltak. Igen. Meg hát a PC, a PC mentek a játékok. A PC-n így van. És nem lehetett. Tehát nyilván itt a gyerekek, illetve ők a szerencsejátékokat akarták visszaszorítani ezzel, mert nyilván egy nagy része ilyen gépeken ment. De aztán az EU nyilván mondta, hogy ez nem úgy van, ez ütközik az irányelvekkel, ugye milyen jó, hogy van EU. Aztán Malajziában nem szabad fölvenni. Mit? Malajziában nem szabad fölvenni. Várjál, mit nem szabad fölvenni? Ezeket szoktad tudni. Malajziában, ugye a Malajzia egy javarészt iszlám ország. Összefügg-e azzal? Az, nyilván annak is vannak szabályai, de... Ennek semmi köze ez. Mi? Csőtoppot, vagy valamilyen szexit. Nem. Nem, ott láttam nagyon sok szexi nőt Malajziában. Megfogtuk lepődni. Ja, nem voltam még soha Malajziában, bocs. Akkor nem ott láttam. Igen, nem, Szingapúrral kevertem, de az iszlám, az meg stimmel a malájokra. Igen. Sárga színt nem szabad semmilyen formában viselni. Tehát ma sem? Öved sem, ma sem. És egy turista ezt el tudja rontani? Kettő, hát el tudja rontani, igen. És ez mi történik vele? Bünti jár érte. Aztán mert hogy 2011-ben ugye volt ilyen választási kis probléma volt, az ellenzéki aktivisták magukévá tették a sárga színt, és akkor azt mondta 2011-ben a kormány, hogy nem lehet sárgát viselni. Te meg lennél egyébként. Hát sok sárgát simát. Nem viselek, abszolút, igen. Hát egyáltalán nem visel sárgát. Nem, mondjuk nekem azt, hogy nem. Fájna, de inkább kihagyom az országot. Igen? Franciaországban ketchup az iskolai menzán. Tilos. Helyes. Imádom a franciákat. Nem azt mondom, a ketchup szerintem az egyik legjobb találmány, amit a gasztronómia előhozott. Teszem hozzá, jól emlékszem, és jól tudom, kínai eredetű. Tehát ők kocsvasztották úgy, hogy cukor, paradicsom, ecet, ugye nagyjából ez picit valamelyikben van fűszerezve. Tehát a ketchup egy ilyen tipikusan ilyen, hogy legyen valamilyen mentő dolog. Ma már erre használják, de van a kínai konyhában, vannak olyan receptek, amelyekbe, ha belekevered a szószba, a nem tudom, valami ízé, akkor az például baromi jót. Próbálj összekeverni, csak kíváncsiságból otthon, ketchupot egy pici szójaszószal. És mondjuk azzal kent be a húst, amit megsütsz. Hidd el, hogy baromi sütés jó. Sütés előtt. Mikor szerinted? Ja nem, igen, igazad van, jogos a kérdés. Tehát nem az, hogy sütés után kirakod a tányira és belemártogatod, ez már az amerikai módszer. Uh-huh. Igen. Igen, szóval nem, tehát viszont tökre igaz van a franciáknak, a világ legjobb konyhái egyike van náluk, és igen. Hogy ezt nem akarják, hogy az a kulturális örökség része, és ezt nem akarják, hogy ez el... torzuljon ilyen irányba, én ezt tökre értem. Egy érzékeny időszakban egyébként, és pont ez van benne egyébként, igen? Hogy egyrészt az egészségtelen ételeket visszaszorítsák, másrészt meg az, hogy a francia konyhának azért vannak hagyományai, hú. Tehát gyerekek ne azzal találkozzanak, hogy jó van, sült krumplia, rá a ketchup. Gyerekek, a régi zsenik, én láttam nem olyan rég egy filmet erről, tehát amikor meglátogatták, és még Paul Bocuse, azt hiszem még él, még azt hiszem,
polba küzd. Szerintem igen. Igen, és a régi módszereket, és hogy ők mennyire az alapanyag, és a nem tudom, ilyen páté, olyan izé, amolyan szállt. Gyerekek, ez a rusztikus francia konyha, tehát nem is az a tudod, kis apró kockák, pöti-pöti. Zseniális. Amit ők tudnak, a konyháról senki más. Igen, és a nyersanyag tényleg fontos egyébként. Azt mondja, hogy Kanadában bébi kompok és járássegítők. Közben Gyuri írja, hogy Paul Bocuse meghalt 18-ban. Igen. Mondd még egyszer? Nekem még él. Bébi kompok és járássegítők Kanadában. Mert vannak olyan tudományos kutatások, hogy a korai járás a gyereknek nem tesz jót. És így gondolkodtam, nekünk mind a kettő volt. Tehát, hogy volt egy ilyen tologatós, igen, ilyen zenélős, az olasz volt, az vidám zenét játszott, amikor tolta a gyerek. A német játékokban pedig depresszív zene van. Tehát tudod, ez a ilyen midi, vagy nem tudom, milyen nagyon rossz minőségű zene, és mindig ezt vettük észre, hogy olasz játékban vidám. Milyen érdekes. Hát nem tudom, hogy ez megint ugyanaz, mint a franciáknál, hogy a konyha hagyományait a németeknél ott... Ne vidámkodjon a gyerek, vagy... Ne, én nem tudom, németekről mindig olyan előítéletek vannak, a németek nem egy olyan nagyon búva szott nép, hanem azért, hogy megvan a maguk vidámsága. Gyuri, jókat nevetnek. Gyuri, voltál már Németországban? Voltam. És melyik részén? Hát ott Hamburg környékén. Hát ott nagyon vidámak. És jókat nevettek? Mi? Te nem voltál sehol Hamburgban? Hol voltál? Sokat nevettek németek, olyan helyen nem voltam. Tényleg? Milyen helyen voltál Hamburgban? St. Pauliban voltál? Biztos ott aztán voltam. Megy a móka. Biztos voltam. Nagyon megy a móka számpaulikban. Jó, akkor az volt az, ahol azt hittem szentep előadás van. Ugye? Igen. Eddig csak németül beszéltek. Svédországban a kültéri tánc tilos. Engedélyt kell beszerezned. Ez azt jelenti, hogy ha valahol meghalasz egy zenét, és elkezd mozogni a lábad, akkor az már tilos, mert engedélyköteles. Nem tudom, nyilván pénzbírság jár ezzel a dologgal, de nem szabad táncolni kültéren Svédországban. Ennek van valami oka? Nem. Vagy valami régi, egyszer nem tudom, az abba elszabadult Stockholm, és abból óriási balhé lett, nem tudom, törtek, igen, zúztak, igen, kirakatokat, minden az abba el, és akkor betiltott. De nincs ilyen elősztoria? Vikingek nagyon hangosan hallgatták a Dancing Queen-t. Ebből lehetett a baj. És nem lehet kint táncolni. Brazíliában a szolárium tilos, hát az nyilván jó, egészségű. Tehát igen, Havanában sincs távfűtés. Igen. A szolárium tilos Brazíliában. Szerintem ott volt egy vicces törvényalkotó, nem? Alkassunk törvényt, szolárium, igen, tilos. De miért? Hát az jó. Szerintem, itt szerintem nem borulna meg a gazdaság, ha itt betiltanák a szoláriumot. Tehát én nem gondolom, hogy itt nagy tüntetések lennének, hogy legyen szerintem szolárium. De nagyon a szolárium nálunk Magyarországon az egy alap. Van, igen. De hát az rengetegen. Annyi szolárium szalon van, hogy szerintem nálunk nagyon, hát Brazíliában nyilván teljesen okafogyottá válik, de... Hát de itt is igazából. Tehát én nagyon szolárium ellenes vagyok. Hát egy dolog, de más nem. Tehát, hogy... Az engem nem érdekel. Hát hogyha azt mondja valaki, hogy egészségtelen, akkor adjuk meg az esélyt annak, hogy az UV-sugárzás rosszat tesz a bőrödnek, tegyük föl bőrrákot is okozhat, ilyeneket is szoktak mondani. Persze. Néha. Akkor ne legyen szolárium. Ezt lépjük meg. Szerintem... Hát figyelj, egy emelettel feljebbről majd lemászik neked a francia pilóta DJ, és jól orba vág, mert hát ő gyakorlatilag őt a szolárium színe tartja össze. Szoláriumban született. Ott, igen, így van. Nem volt inkubátor a párizsi gyermekosztályon, és betolták a szoláriumba. Betették a le szoláriumba. A szolárium. Igen, tehát azért lennének tiltakozók. Hát nem tudom, de szerintem kibírnák. Tehát kell egy átmeneti időszak, lehet, hogy terápiát biztosítani kéne nekik, de igazából mi veszne el az életükből? Jó, de ilyen sok minden van, az kibírnád, de zavar nélkül is mégse jó. Hát, igen, Burundiban tilos a kocogás, azért, mert az elnök szerint az egy gyanús tevékenység. Ugyanis aki kocog, az lehet, hogy merénylő. Nem menekül. Nagyon szép. Hát a kocogással menekülni azért nem olyan könnyű. Tehát, hogy jönnek a rendőrök utánad motorral, és te kocogsz. Nem tudom Burundiban, hogy van ez. Tudod, mi a kocogás? Tehát az nem tudom, a jogging. Sprint? Tudom, hogy mi az. De azzal nem vagy feltűnő. A sprint, ez már feltűnő vagy, hogyha van egy tévé a honod alatt. A kocogsz, az nem olyan. Az olyan, hogy a merénylőknek van egy tévé. Sietek is, meg nem is. Igen. Az is sportolgatok, de feltételezem, a tempót fokozza az, akit elkezd kergetni a rendőr. Tehát akkor átlát a sprintbe. A kocogásból. Igen, abszolút. Aztán Ausztráliában nem lehet elektromos munkákat végezni.
elektromos munkákat? Nem lehet, tehát az izzót kicserélheted, de ha mondjuk már egy lámpát ki kell cserélned az ágyad mellett, azt nem teheted meg, ha mondjuk az ott falban izé csatlakozni, csoki, stb., hanem képesített ember kell, hogy elvégezze. Ezt abszolút támogatom. Ez olyan, mint a gázszerelés, nem? Tehát, hogy a gyakorlatilag Magyarországon nem nyúlhatsz olyan készülékhez, amelyet gázhoz csatlakoztat saját magad, hanem ahhoz képesített szakember kell. Mert attól félsz is. Az áramtól meg nem fél annyira az ember, mert nem... Azért, mert az egyik engedik, a másikat nem engedik. Tehát én, figyelj, ki szenvedett már áramütést? Én. Én hál' Istennek nem csak. Gyuri, neked... De, ugye az előbb a reggelén beszélgettünk valamiről? Miről? Arról, hogy téged valamikor, most már összeraktuk, hogy téged ért valamilyen trauma a gyerekkorodban. Valószínűleg te sem emlékszel rá, és így... Mert nem szenvedtem áramütést? Nem, mert hazudós vagy. Azért, mert gyerekként is volt annyi eszem, hogy nem nyúltam a connector. Nem, miért? Gyuri, valami történt. Igaz, Lacika? Na, téged hogy vágott meg az áram? Hát belenyúltam, szerelni akartam, belenyúltam valamilyen foglalatba, és bim, kész. Ja, csak az a baj, hogy nem csináltam ilyen hülyeséget. Vagy múltkor már, ki akartam szedni kézzel a kenyérpirítóból a morzsát, belenyúltam, kész. Akkor... Az egy dolog, hogy égette a kezemet, de... Nem, maradt benne morzsat, hidegen, nem volt bekapcsolva, de be volt dugva. Akkor valami rádiókészüléket akartam ott hátul, egy csatlakozót megnézni, ezért leszettem a hátlapját. Minden alkalommal, ha te szereltél valamit, meg is rázott az áram. Nem, én három árammegrázó sztorit meséltem, hisz azt kértél. Nagyjából egy. Tehát azért beszélhetnék hosszabban reggel 10-ig a nem árammegrázó szereléseimről, de árammegrázósat kértél. Hagyjuk ezt, sok még a lista még bő. Nem lényeges. Van még? Tájföldön tilos ruha nélkül vezetni, ennyi, de ezt. Jó, hát ezt adjuk. Jó, jövünk vissza nem sokára, és arról beszélünk, hogy bizony nem csak nekünk vannak olyan szomszédaink, akik olykor fejtörést okoznak, bosszúságot okoznak, akiken kiakadunk, hanem ez a nagy hollywoodi színészek körében is bizony. Igen, csak a Beverly Hillsiek mellé, ha beköltözik egy sztár, akkor kész a baj, mert parasztként viselkedik szomszédként. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatóinknak volt-e valaha életük során sztár szomszédjuk, aki valamilyen módon furcsán viselkedett, de mi majd elmondjuk, hogy mit tett Jennifer Lopez, Ben Affleck, Russell Crowe, Tom Selleck, Jennifer Garner, Bill Gates, mivel bosszantották ezek fel a szomszédaikat. 7 óra 14 perc van, jó reggelt újra. Jó reggelt mindenkinek, Lovász Laci itt a stúdióban. Szia Laci, fantasztikus, hogy itt lehetsz velünk. Köszönöm szépen, jó reggelt, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, szia Gábor. Mindenkinek egy csoda, hogy itt lehet. Gyuri, neked is egy csoda? Nekem is, hogy Anett, a Laci neked? Itt van. Ja? Én imádom. A Lacit? A Lacit is tényleg. De hullámzóan. Nem, egyformán imád mindig. Nem, mindig mindenkit hullámzóan imádok, csak saját magamat szeretem. Na, hát olyan kis egók gyülekezete, hát azért ebből én sem akarok kimaradni. Nem. Sziasztok, M4-es Péteri kihajtó előtt kamion karambolozott egy busszal, jelenleg tart a műszaki mentés, egy sávon halad a forgalom, hatalmas a dugó. Jói üzente ezt nekünk, tehát M4-es Péteri kihajtó előtt. Kösz. Ez egyik. A másik rajongói csoportban kérdezi egy kedves tagunk, ha van rá valakinek lehetősége, kérdez meg Gáboréktól, hogy mi történik, ha nagyon alacsonyan lesz a felhő határ szombaton. Szerintem akkor élvezhetetlen lesz a show, Németországból mennénk, és nem akarunk potyára utazni 2000 kilométert, előre is köszönöm. Hát figyelj, erre nincsen válasz. Erre nincsen jó válasz. Bizonyos felhő alatt vagy fölött repülnek, nyilvánvalóan, hogyha a repülés biztonsága nem teszi lehetővé, akkor nem repülnek. Hogy mi lesz látható, azt ők sem tudják. Én nagyon sokszor voltam kecskeméti repülőnapon, tudom, hogy hihetetlen, precíz és nagyon-nagyon aktuális időjárás jelentéseket kapnak, tehát a következő fél órára is meg tudják mondani, hogy mi lesz. Nyilván van az a viszmajor, amikor nem tudnak repülni, ez minden repülőnapon egy apró rizikó, hogy most ezért elindulj 2000 kilométert, ezt nem tudom megmondani neked. Igen. Ja. Na, eddig is a bocsit bírtam jobban, de most már biztosá is vált. Egy szoli üzemeltető csók, Dr. Szöszi. Üdv. Igen. Éter főparancsnoka és Bocskor tím jelentkezem, behívó megérkezett, afganisztáni kiküldetés után 13 évvel újra felveszem a topgános pólom pénteken. Nem mellesleg Pöpi a Hentesnek Máté, és nekem is a mai napon született 13 éve Luca. Pöpi a Hentes és Máté, és hárma vagytok az apák? Ezt wow. Nem értem. Született 13 éve Luca. Nem mellesleg Pöpi a Hentesnek,
Máté, és nekem a fia. Igen, szerintem Pöpi a hentes az előbb a fiáról beszélt, hogy 13 éve a fia született. Tehát a kis Pöpi alatt nem magára gondolt ezek szerint. Bocs, a kis Pöpi alatt, hogy én mit gondolok kis Pöpi alatt, az, egy, az ki sem mondom. Azt nem szokták köszönteni. Oké, okay, rendben van. Akkor, bocsi, tegnap délután eszembe jutottál, mint a pénteki leendő keszi riasztott, elhúzott a Széchenyi város felettek grippen, de olyan hanggal, hogy beleremegtek a falak, isteni volt, üzeni a reptéri Ildi. Anyám is mondta, hogy ez volt ott a Széchenyi városnál. Igen? Tehát igen, ő is hallott. Hát gyakorolnak, készülnek. Jó, gyerekek, szomszéd. Gyuri azt mondta, mint szerkesztő, mint rutinos szerkesztő, a szomszédok egy örökzöld téma. Bármikor, ha a szomszédos téma van, azzal foglalkozzunk, mert az embereket érdekli. Nagyon evidens logikai kapocsal próbálta ezt alátámasztani. Azt mondta, mindenkinek van szomszédja. Ez így van. Tegye fel a kezét, akinek nincs. Na? Hát ez az. Így van. Szóval Gyuri nagyon érzi ezt, és most találtunk egy cikket. Na, lökjed a szomszédos témát, nagyon kíváncsi lettem. De várjál, azért érdekes ez, mert Hollywood pokoli szomszédai címmel találtunk egy cikket. Tehát, hogy itt nem csak a hétköznapi emberek viszályai olyanok, hogy olykor bíróság elé kerülnek, hanem, hogy tényleg a legnagyobb sztárok is képesek még felbosszantani a szomszédjait. Ja, nekik is van. Attól, hogy valaki jó színész, attól még emberként viselkedhet ugyanúgy, mint a te bármelyik szomszédod. De abszolút, és ez így van, ebben a felsorolásban van egy jó néhány híresség. Jennifer Lopez és Ben Affleck, uh-huh. Russell Crowe, Tom Selleck, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow, vagy Bill Gates. Uh-huh. Pedig ezek, nem gondolná. Hát ez... Ezeknek a szomszédai bosszankodnak. Hát... Nézzük a témát. Figyelj, legyen az, hogy elmondom, hogy ki mit csinált, és beszéljük végig, hogy ez belefér, nem fér jó, bele, rohadt szemét, nem rohadt szemét, volt velünk is ilyen, stb. És közben egy már érkezett, de szeretném a hallgatóktól kérni, hogyha ti laktatok vala az életetek során sztár mellett, ismert ember mellett, és esetleg valami bosszantót csinált, mint szomszéd, akkor azt írjátok már le, jó? Ha nem, akkor meg a rendes, nem ismert szomszéd kapcsolatos bosszantó, de azért kirívó dolgok érdekelnek, tehát hogy átlogott az almafa, az nem. Ugat a kutyája, az nem. Igen. Jó? Na, akkor kezdjük Jennifer Lopezzel és Ben Affleckkel. Ugye a régi új románc. Igen. Drukkolunk nekik. Mindenki, az egész világ nagyon örül. Én ha én lennék Jennifer Lopez, akkor azt mondanám, hogy én visszaengedném Ben Affleck-et, ha nem lenne rajta ez a nagy sastetkó vagy sárkány, vagy mi van a hátán. Tehát ez valami borzalmas. Ugyan, de hát ez a hátán van, ezt nem mindig látod. De ciki. De tényleg ciki. Hát most ezt leszedetni nem lehet, ez egy teljes hátas tetoválás. Ez egy teljes hátas tetoválás, és nyilván a delírium közepette ment el a művészhez. Igen, valószínűleg jó hosszú delírium lehetett, azért ez egy pár nap mire felvarják. Hát, jó hosszú volt. Igen, ez a sas iszonyú, drágám, de legalább nem iszol. Ez egy eredmény. Inkább ideális, ne legyen sas. Képzeld, amikor kihozanodott, és ott volt a sas a hátam, hogy meglepődött. Na, hogy ők mivel, mert ők ugye újra összeköltöztek, ők mivel bosszantják a szomszédaikat? Tök érdekes, és nem is annyira kirívó szerintem. Azt mondja, hogy azért, mert Ben Affleck és Jennifer Lopez miatt ott vannak állandóan a lesi fotósok, az újságírók és a rajongók. Tehát gyakorlatilag te hazamész az autóddal, és beállnál a tiédbe, de hát ott nem nagyon tudsz, mert a bokorban ülnek óriási objektívvel. Fotósok meg rajongók, és várják Jennifer Lopezt, vagy éppen Ben Afflecket, hogy jöjjenek haza. Minden alkalom, amikor megpróbálsz egy fesztivál VIP parkolójába behajtani, és közben ott tudod, battyognak ezek a koncertre készülő közönség, és én nagyon lassan kettővel gurulsz, hogy hát ha odébb megy, de ő nem megy odébb, mert gyalogos, és ugyanez, így mész haza minden nap. Minden nap. Legyen szí, elnézi, tehát ebben megőrülsz. És még azt is mondják, hogy Jennifer Lopez nem nagyon köszönget a szomszédoknak, de ezekkel baromi kedves. Tehát a rajongókhoz oda megy, pacsizik, puszi, nem tudom, mit csinál, de még a fotósokkal is kedves. Hát persze, hogy kedves a fotósokkal, létszik, amikor a Ben háttal van, ne fotózzátok, mert tudjátok, ott az a sas. Az ne legyen már az benne. Ne legyen már benne. Nem, de erre azt mondják a szomszédok, hogy ezért oda szoktatja őket. Tehát mint az öreg asszonya a morzsákkal a galambot, tudom, amikor ül a padon a parkban, rosszabb esetben az ablakpárkánál is fölöttem lakik. De csodálkozzá, hát a Jack Nicholson sörös üvegeket dobál az izé paparazzi fotósokra a ház előtt, a Jennifer Lopezhez menjünk, az olyan kedves, mindig hoz ki sütit. Persze, hogy oda mennek a fotósok. Így van, és te megérkezel munkából, mész a kis
SUV-ddal hazafelé, és nem férsz el, mert ott hasal éppen egy csávó egy ilyen félméteres objektívvel. Biztos, hogy összes Jennifer Lopez CD-met összetörném, és kidobnám a kukába. Na jó, én azt mondom, hogy ez oké, okay, figyú, egyszerűen a foglalkozásával jár. Ez erről ő nem tehető, ezt nem kérte. Egy kamionos is, nem? Hogyha végez, és az ő kamionjával fuvaroz, akkor hazaviszi a kamionját. Kellemetlen, de hát most nem tud megtiltani neki. Hát hogy ne, és egyébként meg nem a szomszédokra kíváncsiak a fotósok, tehát őket nem fogják lefotózni. Igen. Ez jár a filmsztárokkal. Na jó. Akkor nézzük a következőt. Tom Selleck, na ez a kedvencem. Tom Selleck, képzeljétek elő, jogi vitába keveredett a helyi vízművekkel, mert lebuktatta őt egy magándetektív. Azt csinálta, jaj, de szép a kép. Azt csinálta, hogy az utcai tűzoltó csapból, ezt ugye mindenki ismeri, azzal onnan töltötte fel a tartályait, amivel aztán az avokádóit locsolgatta. Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Tom Cruise-nak volt egy magányos kis avokádója, és akkor azt a cserében meglocsolgatta. Hanem egy mert a Tom Selleckről van szó. Ja, bocs, elnézést. Hát ne a Tom Cruise-t képzeljétek el. Igen, tehát a Tom Selleck nem a kis magányos avokádóját locsolgatta egy picit, hanem neki egy avokádó ültetvénye van. Egy 4 hektáros Hollywoodban. Igen, és gyakorlatilag az utcai tűzcsapról töltötte fel a föld alatti tartályát, vagy föld felett, itt nem tudom, és azzal locsolta az avokádó ültetvényét. Ez egy tolvaj. Hát igen, ez bármelyik országban lopás. Hát persze, hát a víz, a kincs, ugye, és ráadásul ugye Hollywoodban nagyon nagy kincs a víz, a közkútból, mert az arra van. Igen. Hogy szolgálja őre. Egyáltalán tűzcsapból, ne haragudj, hogy lehet, arra nem jó a izé a félcolos slagcső. Hát valószínűleg elment Tom Selleck egyébként a tűzoltószak boltba. Igen. És akkor ott kért egy ilyen, ezt a nem tudom hány centi átmérői bajonettzáras csövet. Hogy az avokádóit meglocsolja. Nézze, lefotóztam, ez a csap, amire rá kéne csatlakozni. Igen. Hát ő egy picit ilyen Kalifornia lagzilajcsia, ha belegondolunk. Látod, nem? A gáztól ő is fél meg az áramtól, a víztől nem. Azt lopja. De nem azt akarom mondani, hogy nézd, Lajcsit ugye meghurcolják itt, és ő kapott egy pénzbírságot, mert egyébként tényleg lebukott. Uh-huh. De ez mennyire piti már? Nem ez tudom, nagyon hogy a... piti. De egyébként meg kérdés, hát az utca vize mindenki. Hát, hogyha most bajba kerülsz, akkor mondjuk házat oldhatsz vele? Bajba kerülés alatt azt érted, hogy körülbelül 28 ezer avokádom kezdett szottyadni? Hát ez baj. Ez egy elég Tom. Nagy baj. Növeld a nyomást, Tom. Hát mi lesz itt a guacamoléval? De ne haragudj már, kigyullad a szomszédházot Hollywoodban, és kijönnek a tűzoltók, és akkor nagyon jó, ott van egy tűzcsap, megnéztem a térképen, és odaérnek, és rá van csatlakozva egy tömlő. Hát akkor leveszik a tömlőt, nem olyan nagy baj ez. Elnézést, mindjárt egy fél óra leveszem, csak még van két sor, amit végig kéne locsolni. De igazán van a Gyurinak az utcavíze, nem mindenki vize? Hát ezért fizetünk adót, mi egymásat. Ott van Magyarországon rengeteg faluban még van ott az utca végén ez a közkút. Persze, amire elmennek, és az emberek megtöltik a flakonjaikat. Na, ezt ő nagyban csinálta, Tom. Hát de az ízlés, meg a határokat betartani. Hát az, hogy amikor kerékpártúrán van, és megállsz a határ, hogy 5 liter vizet vihetsz, hogy megfürdesd a csecsemődet, de nem tudom, 28 meg a köbméter ízét, vizet meg nem bírt. Megfürdesd az avokádódat. Hát erre nincsen szabály, vagy nincs kiírva. Azért nem mindegy, hogy a Tom Selleck Washingtonba bemegy a Kapitóliumot megcsodálni, hogy milyen szép épület, vagy kövenként hazahordja. Azért az nem ugyanaz. Nem ugyanaz, a sztori sem ugyanaz. Tehát hát azért nem mindegy, hogy most ő a tűzcsapból megszomjazik, amikor kiszáll a kis autójából ott a ház előtt, és iszik belőle, hanem gyertek tömlőt. De nem értem, a Kapitóliumból apró köveket haza lehet vinni, hogy mit akarsz ezzel analógiába állítani? Nem, a nagyokat nem hordhatja haza, de azért, ha megszomjazik, ráharaphat egy Kapitólium kőre. A mérték. Az belefér. A mérték, tehát kicsit lehet? Kicsit kis szobrot hazavihetek? Hát a tűzcsapból lehet inni, hát a gyerekek is ott fürdenek. Én nem tudom, szóval én se tartom túl ízlésesnek, nem tudom, hogy éppen hogy áll anyagilag Tom, de a másik az, hogy ez most egy magándetektív, kinyomozta, stb. Most mit tudom én, tegyük fel, nem tudom, a szomszédodban mondjuk Árpa Attilának van egy ültetvénye, és azt a falusi csapból locsolná a növényeit. De fegyveresek őrzik olyan? Ne, ő csak locsol. Ja, értem. Ő csak locsol. Annyit kéne tudni, hogy nagy vízigényű vagy nem a növény. Nem tudom. Milyen növény? Nem tudom. Kell hozzá neon, meg most mondtam egy nevet, mondhattam volna. Fólia sátor, vagy mi? Mondhattam volna Hauman Pétert is, most mindegy. Tehát, hogy locsol. A kerti, a utcai csapból te följelentenéd, mint szomszéd, vagy nem? Ezt akarom kérdezni. Hát a nagyon zavar a szaga annak a növénynek. Gyerekek, amikor a dínye elkezd rohadni, hát ez borzasztó. Na.
Hát jó, Árpa Attilának nem az lenne a legnagyobb bűne szerintem azért. De most tényleg itt tartunk? Nem, de hogy jelenteném fel? Hát most mi közöm van hozzá, hogy mit csinál? Na, ez az, normális vagy, nem jelented fel, majd elintézi az élet. Vagy Madonna, én. Jön Madonna, oké? Okay? New Yorki rezidenciájáról van szó, ez egy tulajdonképpen egy társas ház, ott így van, így, na mindegy. Ti nem látjátok, mi látjuk. A lényeg az, hogy az zavarja a Madonnában a szomszédokat, hogy egyrészt, amikor éppen olyanja van, akkor rengeteget próbál egy zenekarral együtt. De jó fej. Így van. A másik pedig, hogy kirakott gyakorlatilag közterületre olyan táblákat, hogy más ne parkoljon ott, csak ő. Ez a parasság. Tehát, hogy befoglalta a közutcán az igen. Útes szélén lévő parkolóhelyeket, mert a Madonnának az kell, gondolom befoglalt 8-at. Neki és a biztonsági embereinek gyakorlatilag az közparkoló, és ehhez képest egy ilyen jó pár helyet befoglalt, kirakott táblákat rendesen. És az önkormányzat kiment és levetette velük. De nagyon helyes. Mit képzel magáról? Na, itt két dolog van. Egyrészt ugye zenekari próba otthon. Bravo, az nagyon jó. Hát egy társaság. Figyelem az arcot, tehát neked semmi, csak egy dobszerelés csapkodsz minden reggel de a Csillaghegyen. Nincs ott gitáros, meg billentyűs. Hát a szőnyeg a legidegesítőbb, ami alatta van. Dobbal mi a baj? Hát gyakorlok napi 20 percet. Dobbal mi a baj? Órát. Olyan, mint egy háborút művelnél a házban. Imádják a szomszéd. Az egész Normandia partra szállást elszórakozott délután. Igen. Nem. Tehát, hogy nektek volt bárki, aki zenélt volna a szomszédban? Nekem volt egyszer egy zongorista, igen. És otthon játszogatott. Hát miután nagyjából ugyanazt a dallamot játszott a órákon keresztül. Gyakorolt. Az nem zongorista. Egy idő után úgy éreztem, hogy kiugrom az erkélyen. Ez szerintem irritáló, iszonyatosan. Nekem is tudod, az egyik basszusgitár erősítőm, ami igen komoly wattokat produkál, gyakorlatilag a szomszédházat is meg tudja rengetni adott esetben. Amikor este úgy gondolom, hogy nagyon rossz blues a kedvem, tudod, hogy egy Charlie dal mondja. Blues a kedvem, úgyhogy legyen a szomszédnak is. Látom, településnek. Látom, partival jól érzik magukat, na ezt hallgassák. Blues a kedvem, és egy Chardonnay-val elindulok a basszusgitár felé, és akkor ott blues a kedvem van az utcának. De, na jó, a másik, hogy ez a parkolóelfoglalás. Azért azt mi is látjuk itt Magyarországon, városokban, hogy például üzletek kiraknak székeket, és akkor lefoglaljanak, és te keringsz, nem tudom, 25-ször is. Kapok. Nem érdekel. Az, hogy ő neki miért kell az a parkolóhely, hogy odaérjen a joghurt a kis élelmiszerboltjába, hogy ő egyébként profitot termeljen, amiből a gyerekeit majd elviszi Mallorcára nyáron. Igen. Mi közöm van hozzá, én le akarok parkolni, nem érdekel apukám, ne az én hátamon keresd meg a gyereknek a Mallorcára való. Az a Mallorca nagyon és tetszik. Kirakja a akkor Menorca. Ja, na jó. Mindegy. Gyerekek, Russell Crowe, na ez érdekes lesz. Russell Crowe Sydneyben van egy lakása, ami tök jó, és van egy erkélye, és az erkélyen áll egy skandináv szauna. És a szomszédok arra panaszkodnak, hogy Russell Crowe rendszeresen kimegy a szaunájába, és beül abba, amiről azért tudni kell, hogy a skandináv szauna az azt jelenti, hogy mesztelenül szaunázol. Uh-huh. Tehát Russell Crowe, a gladiátor, nem annyira gladiátoros testtel, gyakorlatilag mesztelenül jön ki be, és mutatja magát Sydneyben a szomszédainak. Hát a saját erkélyén. Igen. Ja, hát akkor nem azt csinál, amit akar, hol? Nem kell oda nézni. Igen, hol ezzel a gond? Őket zavarja a látvány, hát azért már nem a gladiátor testét viszi oda, hanem a... Jó, de akkor ne nézzen oda a szomszéd. Ez body shaming. Igen. Igen. Ők akarják bántani a Russell Crowe-t. Igen, kilesik szaunázás közben, és még fel is vannak háborodva. Egyébként hogy nem tetszik, kilestük, de nem tetszett. Ne haragudj már, ahol a Russell Crowe-nak lakásam. Valószínűleg ez egy elég jó környék, igen. Tehát hogyha már 20 fokkal másfelé fordítja a fejét, akkor már az operaházat látja, nem igen, a igen, de azért van ilyen, én is azt mondom, hogy mindenki azt csinálja az erkélyén, amit akar, de hát azért van a vizuális környezet szennyezés, nem? Tehát tud lenni body shaming ide vagy oda, hogy valaki kiáll a szomszéd erkélyére, vagy a szemben lévő erkélyére rendszeresen, és az a látvány az hát nem. Nem? Tud ilyen lenni? Tud egyébként. Ez be kell látni, hogy tud. Főleg, hogyha direkt mesztelenül csinálja sok alkalommal. Jennifer Garner és Gwyneth Paltrow építkeznek hosszasan, ez zavarja az embereket, szerintem ez elkerülhetetlen. De nézzük még Bill Gates-et. Képzeld el, hogy amikor feleségül vette az ex-nejét, akitől most elvált, amikor még feleségül vette, akkor Seattle-i luxus lakásában gyakran vadbulikat tartott Bill Gates. Wow. Ahova? Striptease táncos lányok voltak hivatalosak, és őnekik mesztelenül kellett úszni Bill Gates medencéjében. Ez Seattle-ben volt. És ez zavarta a szomszédokat, és most attól tartanak a szomszédok, hogy miután válik, Bill Gates megint egy ilyen parti állattá fog átváltozni, és újra beindulnak ezek a féktelen partik. Lehet, hogy 84 évesen parti állattá változik Bill Gates. Simán. Az most hidd el, hogy... Megőrül? Igen.
Jó, de azért itthon is vannak furcsa dolgok, nem? Tehát nem tudom, tehát ahelyett, nem tudom, ha én szomszéd lennék, és parti állattá vált szoftvermérnök mesztelen nőket vinne oda, akkor én azon igyekeznék... Hogy átjussál hozzá. Igen, valahogy felhívja magam a figyelmemet, hogy bocsi, nem jössz át. Én is szeretem a szoftvereket, Bill, hát tudnánk ja, a Windows mi? Nagyon nagy. De nem, hát egyébként pont ez, amit mondasz, hogyha egy szoftvermérnök az én szomszédomban elkezdene parti állatkodni, azt mondom, hogy mit szoftvermérnök, mit vág föl, hogy itt partikázik, de ha egy sztár lakna ott, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy jó, hát ezek ilyenek. De most hát tényleg, sztár, neked mikor volt utoljára mesztelen nő, és hány darab a kertedben? Hát Gábor, próbálom. Anyósodat ne számolt. Ő nem ér. Hát persze, hogy nem ér, ő mesztelenül nem jön ki a kert. Hát de nem tudod, hogy reggel mit csinál, még alszatok. Hát mert annyira szépen le van nyírva a fű, én mesztelenül nyírnám, amikor senki nem néz. A fű szereti az ilyen testközelítést. Most komolyan, mikor volt? Ajánlottad neki? Nem ajánlottam fel neki, nem fogok anyósodnál mesztelenül füvet nyírni, most kijelentem, de... Hívom. Hadd mondjam el neked azt, hogy azt gyanítom, hogy irigy vagy. Hogy irigy vagy, hogy a te kertedben még nem voltak mesztelen nők. Hát én nem szeretném, hogy mesztelen nők ott az én kertemben lejárják a füvet. Te is ilyen hazudós lettél? Na, nem akarok ott. Látod, jó, hogy megtaláltad ki a hazudós a társaságban. Az, ha eljövök otthonról, és a te kertedben vannak mesztelen nők, és akkor én mi ott van? Vagyok, az jó. Nem volna benned gátlás, hogy ott állsz a kerítésnél, már látod, hogy megy a nagy habzsidőzsi nálam, kotyog a jéggép, pukkan a pezsgő, és vidám kacajú, mesztelen nők jönnek föl alá, és szórakoznak velünk együtt. Te ott állsz, később érkeztél a kerítésnél, van benned dilemma, hogy begyere? Vagy azt mondod, hogy nem, a feleségemnek ezt nem tudom megmagyarázni, inkább hazamegyek. Utóbbi. Komolyan mondod? Ezt nem lehet megmagyarázni. Ja, semmi, bocsinálom. De ez az én szórakozásom. Igen, hát mit nem lehet és megmagyarázni? Hát bejöhetsz, hát nem kell, ja, hát eszel egy pizzát. Ott voltak a buliban ők is. Ja, úgy jó. Hát nemzetközi nők, kiabálnak utána, Leslie, annyira nemzetközi nők. Nemzetközi nők, tehát a restaurant a medencében egy fél méterrel megemelkedik a vízszint, annyi mesztelen nő van benne. Így van, dánok. Én kint ülök a telefon, és eszem a izé pizzát. Dánok, svájciak, jól választottál. Dánok, svájciak, kubaiak. Uh-huh. Nemzetközi medence. Te bejönnél. Nem, hát én nem akarom nézni, hogy te ott a medencében kínlódsz. Te bejönnél, Gyuri? Engem azt érdekelne, ha Laci elhúz, és a taxival kell hazamennem. Lacika, tőle. Te bejönnél? Na. Beférek ezek után, akkor... Anett, te jönnél? Én nem. Én Lacival mennék haza. Nem velem, de hazamennél. Érdekes. Mármint úgy értem. Elkanyarodtunk a szomszéd témától, de most kanyarodjunk vissza. Tehát van-e olyan drága hallgató, volt-e olyan, hogy mondjuk egy sztár volt a szomszédod, és megkeserítette valamilyen szokásával az életedet, jó? Amennyiben nem sztár, akkor is írjatok, hogyha civil volt, de első körben sztárok érdekelnek, hogy ez nálunk is így van-e. Haragszunk-e ezért, vagy nekik megbocsátóbbak vagyunk? Igen. Igen, lehet. 0620-22-22-122. Ez a Bocskor! Írnak egy páran egyébként, 380, hogy szomszédom, ezt ismert szomszédom, de nem írja ki. Ó. Oh. Hát akkor most az a sztori így már nem is ér semmit. Üdv, kétszer volt sztár szomszédom üzeni valaki, Soltész Rezső, de semmi szaftosat nem tudok mondani, tök jó fej volt. Ulma Mónika, akinek megmentettem a macskáját. Felesleges kör volt, de köszönte. Ó, ja, már felesleges kör volt. Igen. Már nem szerettük annyira ezt a macskát, örültünk, hogy elveszett, de azért köszi. Vagy Ulma Monikának nem kellett annyira. Tehát hiába nem mentettük meg, mondta, hogy jó, oké. Hát ezt én dobtam ki. De fura, kösz. Dória Borássa üzeni Anett, hogy elküldtem a magas sarkú képét a szőlőből, köszi a tippet, Anett, még jó, hogy nem vagyok 40-es, és dolgozhatok gumicsellóban. Jól van. Ő neki megengedjük. Jó, majd nézzük meg a képet, jó, Dória Borássai tűsarkúban. Ugyan nem sztár a szomszédom, de nagyon idegesítő. Úgy döntött, hogy egy panelház 9. emeletének erkélyén a szószoros értelmében kertet alakít ki. Ami azzal is járt, hogy rendszeresen slaggal locsolt, eláztatva minket többször is volt, hogy az alsó szomszéd majdnem rám rúgta az ajtót, mivel azt gondolta, én voltam, aki eláztatta. A biztosító képviselője rendszeres vendég volt, még hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Hát nem biztos, hogy rossz ember, ő csak hülye.
Hát az jó, hogyha az erkélyen valaki a panelban kertet csinál, de az tényleg mindig vált. Utcán sokkal sétálsz, akkor tudod, hogy Ilonka néni locsolta a virágokat, de csöpög a fejedre. Jó, oké, az még egy apróság, de hát, hogyha rendesen kertet, ott befüvesztel slaggal, és ott, hú, gyerekek. Sziasztok, egy ideig kótai Misi szomszédságában laktam, nem tudok róla rosszat mondani, kedves, érdeklődő, beszélgetős, mosolygós, botrányoktól mentes lakója volt a háznak, üzeni Anikó. Tök jó. Ja, jó reggelt, ki az a Madonna? Itt a hetedik kerületben a török giroszos elkerget a késével, ha elé parkolsz. Hat is. Ő a helyi Madonna. Sziasztok, édesapám citerázik. Családi ház, nővéreimmel örülünk, hogy nem dobol. Mert ha előveszi a citerát, akkor minimum egy órás koncertet kap a család. Moson-Magyarovár 12 fok tünde. Igen, a citera nem olyan hangos egyébként, az nem olyan nagy baj, csak nincsenek rá jó dalok. Nem, idegesítő hangszer szerintem is. Tehát ilyen zizegő fém. Igen, nagyon rossz húrokkal. Olykor nyomokban dallam kivehető, és valószínűleg annyira könnyű hangszer, mert amikor valaki nyugdíjas és faluban lakik, előbb-utóbb rátenyerel. Egyenes út a citerához a nyugdíj. Igen. Valósi vagy és nyugdíjas, hamarosan citerázol. Azt tuti. Valaki írja, hogy egy közepesen híres szinkronszínész, a szomszédom, még egy ekkora pitián egy gyökeret nem látott a világ, ne hívjatok. Nem hívunk. Főnik, sziasztok. Én pont a másik oldal voltam, no name gitárosként. Felléptem az akkori zenekarommal a falunnapunkon szívességből. Utána tök mindegy, mit csináltam, kaptam a szomszédoktól a fejemhez, hogy azt hiszed, te ezt megcsinálhatod, mert te sztár vagy. Jaj. Rohadt idegesítő volt, hiszen nem csináltam semmivel sem többet, mint előtte, üzd nektek, Ozi a gitáros. Hát az egyszer állt egy színpadon. Igen. És az a csúnya irítség kikezdte. Ja. Na jó, hát gyerekek, botránymentesek a mi celebjeink, sztárjaink a hollywoodiakhoz képest. Itt van Feri, akinek a Cutor Zoli volt a szomszédja. Szia Feri, jó reggelt, hello! Hello! Sziasztok, vasmadarak istenei! Na, Feri, hát mesélj! Nekem a kedvenc gyermekkori filmem volt a vasmadarak, úgyhogy nekem minden ilyen repülős élményre ez eszembe jut. Na, igen, hát most éppen láttam, hogy valami topgános fotóval hoztak engem összefüggésbe, aminek valamelyik igen. portálon. Igen. Na jó, beszéljünk erről. Tehát Cutor Zoli volt a szomszédod, ez mikor volt kb? 2010 környékén, tehát az azt jelenti, hogy 12 körülbelül. Na, és mesélj róla. És a belvárosban laktam, ők oda költöztek, tehát egy édes piti család, még akkor azért a gyerekek a háztartáson belül voltak, és hát hatalmas végadalmat csináltak. Viszont én Zolit én addig nem hallottam soha élőben énekelni, tehát a munkásságával tisztában voltam, de teljesen más volt egyszer egy nagyon lopott pillanatban őt hallgatni, és életem egyik legszebb baku pillanatává vált. Nem csak maga az, ami történt, hanem egyszerűen az egész pillanat belém égett. Tehát ahogy sütött a nap, ahogy a szememhez ért a fény, mert John Lennontól énekelte az Imagine-t, amit én nem szerettem addig ezt a számot. Tehát az Imagine, tehát John Lennontól nem jött be? Addig a pillanatig. Tehát valahogy én nekem gyerekkoromtól mindig ez egy olyan volt, hogy ez annyira szomorú szám, hogy mindig tovább tekertem. Igen. De ott és akkor az Zolinak az tényleg angyali hangján annyira megérintett, és annyira egy szép lopott pillanat tudott lenni, hogy amilyen harmóniában ő a zongorával, a pillanattal és az egésszel együtt volt, hogy tényleg ez egy igazi lopott szívbe eldugott pici pillanat lehetett, de mégis a legszebb az volt, hogy én ezt átadhattam a Zolinak, ugyanis a karantén alatt őt is elérte az a pillanat, ami a legtöbb zenészt, hogy kicsit depressziós lett, kicsit megkérdőjelezte magát, kicsit nehéz volt szembenézni azzal, hogy ez a szakma egy ilyen helyzetben akár pillanatok alatt semmivé válhat, és elkezdtünk beszélgetni a Facebookon, és ott leírtam neki ezt az egészet. Aha. És hát ugye nyilvánvaló az írásban nem láttam, hogy remélem azért el tudtam vinni a bőgés határára, nem ez volt a cél, de mondta, hogy visszatudta őt hozni, és hogy ugyanennyire szép pillanattá tudott neki ez válni. De ez gyönyörű ez a pillanat most, amit elmondtál. Igen, és hogy egy dal a falakon keresztül gyakorol, vagy éppen csak igen. szórakoztatja saját magát egy zenész, és hogy annyira megérintett, hogy még mindig azt mondtad, a szívedbe zártad azt a pillanatot.
És meg tud fordítani egy olyan dalt, amit ugye az ember addig eltekert. Most, ha meghallom, örökre ez a pillanat jut az eszembe. Hát a hallja az Zoli biztos magamat neki. Magamat a bőgés határa. Jó, oké. Okay. Saját magam hatással. De most komolyan, hogy szerintem, hogy a Cutor Zoli ebben a pillanatban ezt hallja, szerintem akkor most ez is feldobja a napját. Oké, okay, nagyon köszönjük, Feri. Én köszönöm szépen. Szép és jó repülést majd. Köszönöm szépen, köszönjük. Köszi. Szia. Szia. Sziasztok! Hello! Valaki kérdezi, hogy nem a Cutor Zoli beszél, nem? Azt gondolod, betelefonál. Szomszédom a Cutor Zoli, isteni jó fej. Úgy játsza az Imagine-t, hogy a John Lennon elbújhat. De mondd meg a Fábrinak, milyen a szomszéd, amikor betelefonál hozzánk. Amikor betelefonál, ide a Fábri. Te óriási a csávó, egész nap szórja a poét, ki van a kertbe, kisgatyába kapál, és csak mondja, hát megőrülsz. Olyan te. Na, üzenik még, hogy Hali Kótai tényleg jó szomszéd, ezek szerint Kótai körbejárja a város, és mindenhol jó nyomokat hagy maga után. Jövünk vissza, és egy Hungary Machine-t játszunk. Bizony, dalszöveget fordítottunk ide-oda a Google segítségével, de mégis föl kéne ismerni, kell nekünk vagy az előadó, vagy a dal címe, most hívjatok. 0620-22-22-122. Indul! Indul a Hungary Machine. Uh-huh. 8 óra lesz 5 perc múlva, és Bencével játszunk. Szia Bence, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hol vagy Bence, merre laksz? Pesten vagyok, éppen dolgozok a 17-ben, és hát itt nagyon úgy néz ki, hogy majd esni fog. Ó, igen, tényleg? Mert a Gyuri azt ígérte, hogy csak felhős lesz itt Budapesten. De ne jelentsen hát semmit. Se meteorológusok, se egyszerű és bonyolult hírszerkesztők nem tudják ezt igazából megjósolni. Ez csak egy kamu. Az időjárás jelentés egy kamu. Persze, és az asztrológia meg igaz. Az meg a nagy, az nagyon igaz. Én amikor meg az asztrológia, meg hát ugye a horoszkópok, amikor milyen csillag egybe születtél? Kos. Ja, hát te tiszta kos vagy. Mondom, ja, most mondtam. Wow. Igen. Mivel foglalkozol, Bence? Hőszivattyúkat telepítünk, és üzemeltetünk, illetve... A hőszivattyú az, ami hőt csinál, vagy ami a hőből csinál hideget? Tehát hidegből hőt, vagy hőből hideget? Igazából egy nagyobb klíma, csak hát okosabb. Tehát ő tud melegvizet, fűtést, wow. Mind levegőben, mind hűtben. Ah. Gyuri, neked kéne egy ilyen. Ez jól hangzik, igen. Igen. Ezt megjegyzem. Igen, és ez viszonylag olcsón állítja elő, hogy a meleget vagy a hideget. Ez a lényeg. Igen. Igen, pont ez a lényeg. Gázkazánhoz képest azért 15-ször hatékonyabb legalább. 15-ször? Az nagyon jó. És az ára is annyi egyébként, amikor beszereled. Igen, de visszahozza a pár éven belül. Tehát ugyanott vagy a végén nullán. Csak nem évek alatt fizeted. Nekem van valami, ami rá van, tehát nekem gáz is van, meg egy ilyen hőcserélős, nem tudom, nem invert. A lényeg az, hogy igazából nem tapasztaltam, most már jó pár éve, 10 éve, de nem tapasztaltam spórolást. Éjszakai árammal működik, szedi ki a levegőből a meleget, és adja be a szobába, hogy mondjam, érted? Ugye, Bence? Igen, érted? Igen. De azért a gáz, tehát kvázi rásegít a gázra, mert nem elég, és elvileg akkor a gázszámlának kéne ezáltal csökkennie, valamit talán csökken, de viszont ugyanak az éjszakai árammal fizetsz annyit, hogy ez kiegyenlítődik, tehát igazából nem tapasztalta a spórolást. Az egész szerkezet, az kin áll a házon kívül, a nagy része, és az akkora, mint egy hűtőszekrény. Nagyjából igen. Na, és akkor miért nem... kompresszor. Van benne egy kompresszor, és akkor miért nem működik jól? Hát, vagy nem jó márkát vesztél. Most én nem mondom márkát, hogy csak mivel foglalkozunk. Igen. Illetve lehet, hogy nem jó a belső rendszer hozzá megtervezve. Uh-huh. Aha. Én itt egy gyönyörű barátság kezdetét érzem kialakulni délután 4-re. Igen, megvan a számod, Bence. Jól van. Na jó, kezdjük el a játékot, mutatjuk neked a dalszöveget, jó? Rendben. Figyelj. Kalandor. A ketyegőd izzig az óhajtólé. Lehet éjszaka útra ébredni. Nevét őrzi még talán a vágyódás. Én nem tudnám, de sok szerencsét. Hú. Nem a Stroke együttes. Nem. Mert az utána. Mi? Hát azért ez a dalszöveg elég értelmezhetetlen volt. Tehát hogy most a Google extrán kitett magáért. Igen, meg azt sem, ha dalt meghalod, nyilván ismerős lesz a dal, de nem mondom azt, hogy az ember agyába belevésődött volna ez a szöveg. De mutatom még. Mondjad. Jó. Kalandor. A ketyegőd izzig az óhajtólé. Lehet éjszaka útra ébredni. Nevét őrzi még talán a vágyódás. A ketyegőd ízig az mit lehet? Mi lehet? Forró jó, szíved? Jó, itt maga a szöveg az megvan, hogy a vándor szíve még a vágytalék. Elég!
nem kellett több. Bence, jó vagy? Az igen, csak nem voltam biztos az előadóban, és akkor inkább próbáltam így valamit. De a dal cím is elég nekünk, és az előadó a Groove House volt. Groove igen. House, amire Laci azt mondta Stroke, igen. De ezt nem értettem. Hát nem. Na, neki olyan rövid zárlatok vannak, amit ő asszociációnak hív. Ilyen kis kisülések vannak a kis szürke állományában. Oxigén kimaradás. Na, most, hogy megbeszéltünk engem, mit szeretnél? Te amikor megszületél, hova tekeredett a köldök zsinór? Hát nagyon sajnálom, hogy nem a te nyakadra. Ne haragudj, ez erős volt. Semmi. Na, Bence, töltsük meg a csomagot. Jó, hát egy Summer Edition, ha még lehet így a... Lehet, igen. Igen, illetve egy kulacsot szeretnék. Helyes. Jó, felírtuk, küldjük. Szuper. Most már elég enyhe az idő, hogy a szemüveget tud használni. Igen, a tűző napon megolvad. Na jó, köszi Bence, szép napot! Köszönöm. Hello. Ciao, szia. Bence, csak jó fej volt. Jó, jövünk vissza nem sokára, méghozzá egy UFO észleléssel. Most már nem fogom nagyon hosszan nyújtani ezt a témát. Mindig megnézzük ezeket a felvételeket. Ráadásul a legutóbbi, amit rögzített a barátunk Lotfi Begi, ő egy szkeptikus fiú ezzel kapcsolatban. Volt eddig. Igen, de hát ez meggyőzte, nem csoda? Így van, ő rögzített egy olyan jelenséget, egy fényjelenséget, miközben éppen utazott autóval, hogy... Miért eddig csak Pataki Attila látott? Ne, Pataki Attila többet látott. De azt mondja Begi, hogy fiú, ez valami olyan volt, ami nem szokványos. Ezért mi megmutatjuk azt a felvételt, illetve annak a hangját, ahogy meglepődött Begi, és fel is hívjuk ő telefonon, és ezt az egész sztorit elmeséltetjük vele. UFO volt, nem volt UFO, pontosan mit látott, mikor látott, mi történt azzal a fénnyel, aztán jelentette ezt valakinek, és hát nyilván arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hol történt, mikor, hát ha más hallgató is akkor arra járt, és látta ugyanezt. Tényleg. Hívjuk Lotfi Begit a hírek után. 8 óra 13 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk, és egy kicsit borús időben, de állítok eső nélküli. Mi van, nem tudod a riportalanyunkat elérni? Nem, kicsit nehéz, de meg lesz előbb. De megbeszéltük vele. Persze. De bizonytalan alanyoknál mindig küldjél még rá egy SMS-t, hogy bizony. Hívom a sajátomról, hát ha azt meg is. Igen. Hello, szia, hívlak vissza a stúdiótelefonról, jó? Na jó. Oké. Valaki írja, szeretnék hangcsapda játékra jelentkezni. Nyugodtan jelentkezz, ahogy akarsz, de nem, így nem megy. Tehát SMS-ben nem lehet lefoglalni egy bejelentkezést, hanem igen, akkor, amikor mondjuk, pont. Hogy telefon, most hívjatok, akkor hív mindenki, és akkor Kriszti felkapkodja a telefonokat. Uh-huh. Valaki azt írja, hogy miért nem veszük fel azt a rákos telefont, vagy valami ilyesmi volt ilyen kedves. Nézd, így örülök, ahogy megírtad nagyjából a jellemedre következtetvén, örülünk, hogy nem vettünk fel. De azt... szeretett, meg nagyon szerettem azt a készüléket. Igen, akkor mit a hőcseréléssel kapcsolatban akarnak nekem tanácsot adni? Na jó, most valami teljesen másról lesz szó. Június végén ugye hatalmas hír volt az erre, talán mindenki emlékszik, hogy a Pentagon által egy éve létrehozott azonosítatlan légi jelenségek munkacsoportja végül is nyilvánosságra hozta a jelentését, melyben 2004 novembere és 2021 márciusa között észlelt azonosítatlan légköri jelenségeket elemeztek. És ez nyilvánossá vált, az a légierő, a hadsereg és a haditengerészet hivatásos tagjai összesen 144 esetet dokumentáltak olyan rejtélyes meghajtású légijárművekről, melyek a sebességük, illetve a manőverezési képességük alapján nem a jelenleg ismert repülés technológiák működnek. Azért ez komoly, mert milyen változások lehettek. Tudod, az első pilóta, aki ilyet lát fönt van, akkor még nem mer beszélni. Pontosan, aztán... és én emlékszem, hogy mi jó pár évvel ezelőtt beszéltünk egy volt magyar vadászpilótával, Knoll Gyulával, aki szintén nagyon részletesen elmondta azt, amit ő annak idején, ha jól tudom, MiG-15-ös, vagy talán 21-es fedélzetén látott, észlelt, és a mai napig ezzel foglalkozik, mert ez annyira megragadta ez az élmény. De annak itthon nem lett folyamánya, tehát hogy itthon nem lőtt létre ilyen azonosítatlan légi jelenségek munkacsoport. Nem tudom, hát van mindenféle ilyen UFO szervezet, hát tehát ők ezzel foglalkoznak, és Knoll Gyula ebben a kérdéskörben egy szaktekintének számít azóta már, de tudjátok, hogy ugye ilyenkor mindig ketté oszlunk. Vannak az úgynevezett hiszünk ezekben a jelenségben, hogy ezek valódiak, és van a másik, aki legyint. Hagyjál már, valamire összetéveszted. Igen, hát dolgunk nincs vele.
jelen pillanat. Tehát, hogy a hétköznapi ember igazából dolgod nincs vele, gondolni meg azt gondolsz, amit akarsz. Igen, de aztán mégiscsak érdekes volt, hogy nemrég ugye az ex-amerikai elnök Barack Obama hát valamit mondott, de nem volt túl nagy segítsége a lakosságnak, amikor egy beszélgetés műsorban ő elárulta, hogy valóban több olyan felvételt is ismer ő, mint volt elnök, amelyekről nem tudják pontosan, hogy mit örökítettek meg. És aztán nagyon sejtelmesen hozzáfűzte, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem mondhat el az idegen lényekről egy élő műsorban. És akkor nagyjából ezzel ugye elkente a témát. De nem tudom, miért nem lehet erről beszélni egyébként. Tehát, hogy mi lesz akkor? Ez nem a mi hat, a pánik. Az amerikaiak a pániktól félnek. Tehát, hogy ők titkok őrzői, nyilván az oroszok is. És hogyha itt a valóságot elmondanánk a lakosságnak, akkor itt olyan pánik tör neki, hogy... Szerintem ez az, ami... És akkor elkezdenie kell szaladni a műszaki áruházba tévét venni, hogy ott legyen a világ végére, tudjuk, hogy megy. Na, szóval... Az a baj, vagy az a helyzet inkább, hogy megcáfolhatatlan bizonyíték nincsen ebben a témában, hiszen ugye az idegenek eddig nem látogatták meg nyilvánosan a földünket, és aztán vannak nyilván elvakult UFO hívők, ők azt mondják, hogy már rég itt voltak, itt vannak, itt lesznek, voltak, vannak, lesznek, vannak. Elraboltak. Így van, akkor áltudományos magyarázatokkal is lehet találkozni mindenfélével, de ha az ember saját maga tapasztal meg egy különleges fényjelenséget, akkor már ugye teljesen más a helyzet. És a napokban láttuk, hogy Lotfi Begi barátunk egy Instagram posztban megosztotta azt, hogy nemrég mit látott, mit tapasztalt, amikor autóval voltak, úgy gondolom, hogy többen, és ezt rögzítette is a telefonjával, és közben ugye ez volt az ő kommentárja, ezt megmutatja. Halló gyerekek, ez nem kamu, ott valami történik. Most már lassan 3 perccel látjuk ezt a alakváltó fényes valamit, úgy, hogy mögöttünk van a nap, tehát nem lehet nap visszaverődni, és ott van a nap. És eddig egy volt, és most ketté osztódott. Na, hát, és ezt meg is nézhetitek, nyilván az ő Instáján is, de mi is kitesszük, meg is hát nézhetitek, kin is van. Egy fényjelenség, abszolút egyértelműen látható, tényleg nagyon-nagyon furcsa, hogy mi történt, ezt most vele beszéljük meg. Itt van a vonalban Lotfi Begi. Szia Begi, jó reggel! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hello! Na, kezdjük az elején, merre jártál éppen ez? Mikor volt nagyjából, milyen napszakban és merre volt? Augusztus 20-án éppen tartottunk Nyíregyházára egy fellépésre, és pontos időre nem emlékszem, de meg tudom majd nézni, hogy mikor posztoltam, de a nap már lement, tehát mögöttünk volt a nap, de még nem volt sötét. És a hold nem volt fönt, és azért mondom a holdat, mert nagyon sokan kommentben azt írják, hogy hát az egyértelműen a hold volt, de hát... Tehát ez nem a hold volt, tehát ezt én is láttam, ez egy teljesen más amorf, és jóval világosabb, fényesebb fényjelenség abszolút. Volt. És ugye az ember telefonja nincs mindig a kezébe. Nekem pont a kocsiba a töltőn volt, és amikor ezt megláttam, akkor eleinte nyilván az ember nem hisz szemének, szóltam a sofőrömnek, hogy nézd már, ő is látja, mondom, akkor gyorsan kapom a telefont, és ezekkel a telefonokkal soha, bármilyen tényleg modern, legújabb telefonod lehet, soha nem fogod tudni úgy fölvenni, mint ahogy a szemeddel látod ezt a dolgot. Nyilván kaptam a telefont, felnyitottam, elindítottam a felvételt, és már a végét tudtuk elkapni ennek a jelenségnek. Tehát összességében ez a jelenség ez meddig tartott? Hány perc volt? Körülbelül. Nem tudom, tehát az a baj, hogy többször, tehát hogy eltűnt, előjött, eltűnt, és a végét kaptam el, de legalább egy másfél perces dolog lehet. És a sofőröd vezetett, akkor ezek szerint te utasként volt, a sofőröd ugyanazt látta? Tehát ő mondta, hogy én abszolút, is látom? Abszolút. Abszolút. És tehát, hogy meg is kérdezte, hogy te is látod? Tehát, hogy annyira hihetetlen volt a dolog, hogy mondom, az olyan persze. Na jó, de nem azért mondta a sofőrőt, hogy ő is azt látja, mert az alkalmazottad, és nem akart. Nem. Jó, okay. Nem azért. Látok mindent, Begi, amit csak te látsz, azt látom. Parancsolják, kérlek. Nem, abszolút nem. Jó, na most ugye azt mondtad, hogy a saját szemeddel azért ez egy másfajta jelenség volt. Mit csinált ez a fény? Ez mozgott, alakot változtatott, irányt változtatott, mit csinált, amíg láttad? Mozgott, és alakot változtatott, és ketté osztodott. Tehát először csak tehát
egy ilyen fényjelenséget láttunk, aztán ez ketté osztódott, újra egyé vált, megint ketté osztódott, aztán eltűnt. Aha. Te kitetted ezt ugye Instára, nyilvánvalóan erre sokan reagáltak. Volt-e olyan, aki esetleg arra járt ugyanabban az időben, és azt mondta, hogy hé, ezt én is láttam? Én privát üzenetbe kaptam egy-két ilyen hozzászólást, hogy ők is látták, meg hogy hasonlót láttak a napokba, úgyhogy hogy volt egy-kettő ilyen, aki azt mondta, hogy ő is látta ezt. Uh-huh. Ez hangjelenséggel nem járt, ugyebár zárt autóban volt. Nem, abszolút nem. Ez nem járt. Jó. Te azt írtad magadról, hogy te is ilyen szkeptikus figura voltál eddig mindig ugye ilyen elmosódott felvételeket lehetett látni, hát nyilván a képrögzítő eszközök sosem voltak annyira tökéletesek, de hogy most azért ez, hogy te saját szemeddel láttál egy ilyet, hogy ez megváltoztatott benned valamit. Nem azzal kapcsolatban voltam szkeptikus, hogy léteznek-e rajtunk kívül mások, vagy földön kívüliek ebben az univerzumban, hanem a videókkal kapcsolatban voltam szkeptikus, hogy miért van az, hogy mindig rossz minőségi videókat látunk itt-ottamot, és hát azért, mert hogy tényleg az ember először nem hisz a szemének, mire kapcsol, hogy akkor föl kéne venni, előkapja a telefonját, vagy ami éppen a keze ügyében van, fényképezőgép valami, és amit az előbb is mondtam, hogy ezekkel az eszközökkel nem lehet, mert egyébként olyan távolságban vannak ezek a dolgok, hogy nem lehet jó minőségű felvételt készíteni. Szóval azzal kapcsolatban voltam szkeptikus, hogy ezek a videók miért mindig ilyen rossz minőségűek. Azzal kapcsolatban egyáltalán nem, hogy lehetnek. Aha, világos. Figyú, egyébként az ember, én nem tudom, te hogy vagy ezzel, amikor ilyet lát, gondolom én, hogy akkor az első reakció az, hogy próbálsz valamilyen elfogadhatót belemagyarázni. Tehát, hogy ez biztos, nem tudom, a műszerfalad visszatükröződött, vagy biztos a, nem tudom, gyakorolnak Kecskeméten, és a Gripenek, nem tudom, valamilyen fényrakétát, vagy tehát, hogy az ember próbál egy logikus, racionális, elfogadható magyarázatot adni először. Neked volt ilyen, hogy ez biztos, hogy ez vagy az? Annyira egyértelmű volt ez a dolog, hogy tényleg nem lehetett a napnak, a lemenő napnak a, nem tudom, fény visszaverődése, mert az mögöttünk volt, műszerfalon nem lehetett, tehát hogy annyira egyértelmű és semmihez nem fogható látvány volt, igen, ezünkbe jutott az, hogy ez lehet, hogy egy gömbvillám, vagy lehet, hogy egy meteor, de a meteor meg az már nem így néz ki, tehát hogy... De ez, nem tudom, én csak a felvételt láttam, de ez mondom, egy jóval élesebb, világosabb fényjelenség volt. Hát nagyon volt. Világos, és abszolút világos volt, és ugye felhős volt minden, és nagyon sokan azt írták, hogy ugyan már az a hold, de a hold az nem így néz ki, tehát és a holdat sokkal ki, mert még úton vagyunk lefele a holdat, sokkal-sokkal később láttuk egyébként a felbukkanni, úgyhogy ez annyira egyértelműen olyas valami volt, amit eddig még nem láttam, hogy ezért is vettem föl, ezért is posztoltam ki, vállalva azt, hogy jönnek az okos kommentek, és ugyan ma, hogy tényleg azért raktam ki, mert hogy eddig semmihez nem fogható dolgot láttam, vagy láttunk. Igen, most SMS-ben nekük is jönnek a Pataki Attilás SMS-ek, szó se róla, de ja, hát nagyon sok Pataki Attilás SMS kaptam, de hát... igen, mi is? Vagy üzenetet kaptam én, vagy kommentet kaptam én is, de hát most... Igen, kérem, hát valóban felmérő a kérdés, miért mindig a zenészek látnak ilyeneket, és miért nem a darukezelők, de pedig ők magasan vannak. Na de most egyébként mondjuk mi lett volna akkor, hogyha menjünk tovább, ez a fény leszáll eléd, és ti ott vagytok az autóval, ti és a fény, akkor mit mondasz a sofőrnek, adjál gázt, vagy kiszállsz? Igen, adjál gázt, mert fellépés van, és gázdom. Oké, tekkeltől a képen, és menjünk, viccet félretéve, fogalmam sincs, tehát hogy egyébként valószínűleg tartom, hogy és akkor megint majd ezért én kapni fogom majd a kommenteket, hogy Amerika sokkal többet tud annál, mint amennyit elárul. Ez biztos. És módszeresen, szépen adagolják az embereknek az információkat, és el fog jönni ez a pillanat, amikor borítják a kártyákat, és meg tudjuk a pontos igazságot. Tehát, hogy
De nem véletlen. De ettől te tartasz? Tehát, hogy egyszer csak egy olyan információt zudítanak ránk, hogy, hogy bizony bennünket már nem tudom hány évtizede megfigyelnek ilyen-olyan intelligenciák, mondjuk így finoman, és többször volt ilyen típusú találkozás, vagy ennél még elsőbb típusú is. Te tartasz ettől, hogy ez az információ az eljut az emberekhez? Az van, hogy azért nem tartok, mert ezek figyelnek minket, és már bocsánat, hogy ezt mondom, de szarnak a fejünket. Tehát, hogy jó van, csinálják a dolgokat, mert megoldják maguknak. Tehát, hogy... Én látom egy nagyon érdekes beszélgetést, egy német 30 éve volt, azt hiszem, pilóta nő, egyébként német, akinek az volt a foglalkozás, hogy kisgépeket, egymotoros repülőket kellett Európából átszállítani Amerikába, vagy Kanadába, vagy onnan vissza. Ez volt a foglalkozás, ez egy nagyon veszélyes dolog. Elindulsz Anglia, Izland, Grönland, Kanada, stb. De rengetegszer le kell szállni. És ő ezt csinálja, nagyon rutinosan csinálta, és azt mondja, hogy egyszer volt egy olyan, egy tök intelligens nő volt, hogy úgy érezte, egyedül repült nyilván, úgy érezte, hogy valaki nézi őt. És a pilóta fülkéből nézett jobbra-balra, semmit nem látott, megint úgy érezte, hogy valaki nézi őt, stb. Aztán leszállt azon a helyen, ahol le kellett szállnia, és nem is törődött már ezzel, és megkérdezte ott a légi irányító, hogy volt-e valami különleges élménye, megfigyelése repülés közben. És akkor ez eszébe jutott, és elmondta, hogy igen, úgy érezte egy picit. Azt mondja, mert a radarképen azt lehetett látni, amikor ő közelítette a repteret, hogy mellette egy teljesen azonosítatlan repülő tárgy mellette repült jó pár percig, majd aztán egyszer csak eltűnt a semmiben. És erre a nő azt mondta, de ő tök normális, nem kezdett el ufózni, nagyon meg minden, de ő azt mondta, hogy biztos, hogy vannak, és valószínűleg lejönnek néha, megnéznek minket, mint az állatkertet. Tehát, hogy mit, ahogy mi elmegyünk állatkertbe, és megnézzük a majmokat, meg az, ők ide jönnek, kirándulnak egyet, megnézik, repülött egy ősz néni, vagy ott néz, de izé a DJ a pendrive-jával utazik Nyíregyházára, és röhögnek rajtad, is fölmenek. Tehát... Nézd a DJ-t a pendrive-jával. Szóljatok a többieknek, Begi lesz Nyíregyházán. Gyertek! Na, jó van. Viccet félretéve egyébként, nagyon sok ilyen tanulmány van. Én annak idején Erik von Däniken-nek a könyveit, meg a filmeit érdemes megnézni. Ott viszonylag komoly tanulmánnyal és meggyőző bizonyítékokkal elég sok mindenre fényderít. Hát van, aki elhíti, valaki hát nem. Ez az, hogy Erik von Däniken pont igen. Olyan, akinek vannak hívői, és vannak olyanok, akik meg kiröhögik. De nekem az már de ő meg gazdag lett, igen. Igen. Ja. Igen. Begi, köszönjük szépen! Na, tényleg, mi nem röhögünk ezen, mert mi ezt abszolút komolyan vettük. De majd, ha letettük. Nem. Majd, ha letettük. Köszönjük szépen Lotfi Beginek. Szia, Begi! Szia! Sziasztok! Hello. Na, nektek volt már egyébként bármilyen, de teljesen más, nem muszáj ilyen ufóst legyen, valamilyen megmagyarázhatatlan jelenségetek? Amit láttatok? Talán az, amikor úgy este úgy fejeztem, hogy kevés van a pezsgős üvegben, és reggelre több lett. Ilyen volt. És mi volt a magyarázat? Nem tudom, hát megmagyarázhatatlan, hát az nem lehet. És biztos, hogy pezsgő volt, tehát nem hogy esett az eső, vagy Gyuri neked? Nekem van egy bazsalikomom otthon a nappaliban, és az 3 napig nem bírja ki, hogyha nem locsolom meg. Igen. Azonnal kókat, hullanak a levei, persze. És elmentük egy hétre nyaralni. És persze előtte meglocsoltam, de úgy voltam vele, hogy hát ez egy hetet úgyse fog kibírni. Hazaértünk egy hét után, és ugyanúgy álltak a levelei, mint hogyha tegnap locsoltam volna meg. Fogalmam sincs, hogy csináltam. Óriási vagy. Nem voltál otthon is a bazsalikom életre? Kelt? Igen. Hát nekem például meghalt a bazsalikomom most. Nagyon sajnálom. Na tessék. Nekem meg ugyanolyan boldog volt, mint a folyamatosan locsolta volna valaki, de hát nem adtam kulcsot senkinek. Uh-huh. Nálad se volt semmi ilyen, amit nem tudsz, hogy a mai napig, hogy mi? Ja, nekem van minden évben egyszer. Mi? Minden évben egyszer a kertben találok egy almát. Ez általában az almafa alatt van? Na, és ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy nincs almafa a környéken, és az almából le van vágva egy darab. Tehát nem harapva, hanem le van vágva egy darab. Mindig ugyanúgy van levágva? Nincsenek meg a tavalyi almáim. Nem fotózod le. Nem, de most éppen idén minden évben levágott alma volt, most idén egy kisebb alma volt, de abból nem volt levágva. De esküszöm, nincs alma a környéken, nagyjából ugyanott abban a sávban, ott megjelenik egy alma. Dátumra, ugyanúgy minden évben. Nem tudom, még nem kezdtem el kutatást végezni ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy az ufók azt akarják, hogy egyél több gyümölcsöt.
Jelezzünk neki. Lehet. Simán lehet. De ne sokat, mert azért egy fél almát adnak csak. De mi megnézték az őszpilóta nőt, na jó van, hagyjuk békén. Ott van a pendrive-os DJ, á, menj ennyire egy házára, bocsinak, hagyjunk itt almát, ez nem eszik gyümölcsöt. Fiam, mielőtt hazamegyünk, ne felejtsétek el bedobni a bocsinak az almát. Ja, igen, tényleg. Igen, meg lehet, hogy az én kertemet leszálló pályának tekintő. Tudod, hogy ott van a két színes reflektor, ami este mindig be van kapcsolva. Tényleg. Igen, lehet, hogy, hogy ezt valaminek veszik. Ide az almát. Hogy próbálják bedobni a medencétbe, lehet, hogy nem találnak bele. Azokkal a kis ujjakkal nem lehet könnyű célozni. Na jó van, gyerekek. Köszönjük szépen, köszi Beginek is egyébként. Nyilván, hogyha van valamilyen jelenség, amit nem tudsz megmagyarázni, és ebben tényleg részed volt, amit te láttál, te éltél át, akkor ez érdekel bennünket, de egyébként most a hírek után legközelebb, amikor megszólalunk, Szújó Zolival fogunk beszélgetni. Yeah, mert Szújó Zolinak nagy dolga lesz pénteken ott Kecskeméten velünk. Hát a 608-as hadműveletről szeretnénk vele beszélni, ő gyakorlatilag a harmadik műsorvezető társunk lesz ebben. Igen. És miután mi olykor oszlunk, azaz, ugye én a Gripen vadászgép felé, te egy utasszállítóval, a hallgatóinkkal kerülünk a levegőbe, valakinek lenn a földön, a stúdióban, aha, ezt össze kell, hogy fogja. Én nagyon remélem, hogy ráér pénteken az Zoli. De ez már megvan beszélve, tehát ne izgulj ezen, tehát jön. Most lesz egy Laci. De kellemetlen lett volna. Hívjuk Szújó Zolit a hírek után. 3:09 lesz 2 perc múlva, még itt jönnek a különböző megmagyarázhatatlan jelenségekkel kapcsolatban. Kamionos voltam, 93-ban én is láttam UFO-t, fotóm is van róla, Csaba. Sziasztok, örülök, hogy más is látta a jelenséget, nekem is volt hasonló élményem, kocsiban utaztunk Szombathely felé, anyósülésen ültem, tehát volt időm megfigyelni, nagyon fényes volt, egy helyben mozgott és nagyon hirtelen eltűnt, kb. Fél percig tartott, nem hittek nekem, ilyen nincs, hülye vagy Timi, érdekes volt. Aztán sziasztok, Istenek, korábban kb. Másfél hónapja láttunk csillagos égen nyugatról kelet irányba haladó fényjelenséget. Az elsőt úgy láttam, mint egy magasan haladó repülő. Hangja nem volt, de követte zsinórban még kb. 50. Raj. Percekig haladtak, mi lehetett, bocsi. Nem tudom, de azt hiszem, hogy erre adtak valami magyarázatot. Erre volt valami. Nekem ez egy konkrét olyan, amit tudsz. Igen. Aztán akkor ezek az UFO-k nem tudják, hogy az állatokat nem lehet etetni látogatás közben. Jók vagytok, Hali. Azok az én almának szól. Na jó. Gyerekek, nagyon-nagyon készülünk. 608-as hadművelet indul pénteken reggel 6 óra 8-kor a kecskeméti repülőbázisról, és hát ez nyilván egyfajta előhangulata egyébként a repülőnapnak, repülő és haditechnikai bemutató, egészen konkrétan fogalmazva, és egy nagyon-nagyon izgi dolgot találtunk ki. Gyakorlatilag itt 50 hallgató részt vesz, ők repülnek, és majd mindjárt az Olival együtt megbeszéljük, hogy mi lesz pontosan a menetrend, de ugye én meg egy Gripen vadászgéppel, nyilvánvalóan pilóta eredünk a nyomába ennek a gépnek. És aztán meglátjuk, hogyan találkozunk a levegőben. Így van, aztán találkozás lesz a földön is, de hát pont ezért, mert mi itt leszünk, ott leszünk, nekünk szükségünk van valakire, és hát az nem lehetett más, csak ő, valakire, aki ezt az egészet a földről is kellő izgalommal fogja tudni irányítani, levezetni, közvetíteni, és ezért mindenképpen jön velünk, és ott lesz ezen a 608-as hadműveleten Szújó Zoli. Szia Zoli, jó reggelt, hello! Szia! Szolgálatra jelentkezem, jó reggel! Jaj, Zoli! Na, ez nagyon izgalmas, és hát mi már dolgoztunk együtt ezen, és egyébként tényleg nem túlzottan akartam bókolni, hogy nincs is rá alkalmasabb ember, mint te. Te dolgoztál Red Bull Airace-től kezdve, Forma 1-en át, minden, ami motor, ami sebesség, és ami izgalom, azt te verbálisan olyan szépen adod át a hangszórókon, hogy csak rád gondolhattunk. Hát nagyon jól esik, köszönöm szépen, reméljük még nem rostásodtam be nagyon. Egyébként visszatérve az egyik SMS íróra, arra az egy fényjelenségre és az 50 azt követő fényjelenségre van magyarázat. Elon Musknak ez az internet szóró eszköze, vagy műhold rendszere, amivel az egész világot be akarja kapcsolni az internetbe, arra van magyarázat. De egyébként a 90-es évek elején lelkes tagja voltam a Gyoma Endrődi Galaktika baráti körnek, ahol rengeteg UFO észlelésről beszélgettünk. Én magam soha nem láttam, de szerettem volna. Ja, igen, azért mondom, hogy ez tud lenni egy mária. Ezt emlegette az Obama is, hogy Gyoma Endrőd. Gyoma Endrőd. Na, Zoli, beszéljünk egy picit a pénteki napról. Ugye itt most te is informálódsz valamelyest, meg hát a hallgatók is természetesen.
Tehát ugye az a terv, hogy 6 óra 8-kor elkezdjük a műsort, és miután mi kiválogattunk 50 hallgatót, akik részt tudnak még hozzá aktív részt venni ebben az akcióban, azt a történetet találtuk ki, hogy előtte természetesen azért egy picit a földi harci eszközökkel is megismerkedünk. Tehát itt leopárd harckocsival fogunk például egyfajta mutatványt bemutatni. Laci bent lesz a leopárdban, csak mondom. Büszkén fogok kint a lövegtorony tetején szemlélkedni mindenfelé. Én meg ott leszek a helyszínen. Zoli, te mindenképpen kell, hogy tartsd a frontot az üvegstúdiónkban. Értem, nagyon-nagyon megtisztelő a feladat, vállalom. Ja, ez péntek? Akkor bocs, nem tudom. Igen, a Gyuri mondta, hogy olyan bizonytalan vagy ebben. Igen. Nem, tök jó. Vállalom, persze. Tehát akkor ott kezdtek a földön, megnézitek, hogy ott milyen harcjárművek vonulnak fel, sőt, még ki is próbáljátok, hogy bemutatóztok fel. Pontosan, de mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, mert ugye a technikai szakembereink azok elérték azt, hogy gyakorlatilag bárhol tartózkodunk a bázison, Zoli, te, meg én, meg a Laci, tulajdonképpen mi majdnem folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Az jó. Oké. Okay. Okay, na akkor a következő a történet. A Lovász Laci, ami hallgatóinkkal egy utasszállító repülőgépre felszállnak, mint vidám turisták. Ó, a mázlisták. Igen. Jó lesz. És ők elindulnak valahová. Ez, akkor én még ott vagyok veled, fogjuk egymás kezét. Jó? És ők elindulnak valahova a légtérbe. Amiről nem tudjuk pontosan, de én már ott is hagylak, Zoli, mert én megyek beöltözni Gripen vadászpilótának. Az igen, te géruhát fogsz viselni egyébként? Rendes hajózó ruhát? Abszolút rendes hajózó ruhát. Hál' Istennek azért választott ki a Gyuri engem erre a feladatra, mert már néhányszor ültem MiG-29-es vadászgépen, egyszer Gripenen is, és akkor Zoli sajnos el kell, hogy búcsúzzunk egymástól. De csak átmeneti lesz a búcsú, illetve a rádió kapcsolat az gyakorlatilag, mondjuk az üldözés leszámítva, de élni fog köztünk. Lényegében igen, és ott lesz, Zoli, az, amikor te brutálisan meg fogsz lepődni azon, hogy egy riasztást fogsz hallani. Méghozzá egy hivatalos riasztást, ami nagyjából arról szól, hogy mi akkor már vélhetően a levegőben leszünk a pilótával, a Gripennel, nem tudjuk, Laciék hol vannak. Te meg én dumcsizunk, Zoli. Tehát amikor a Máté, a vadászpilóta egy pár programot bemutat velem, legyen az orsózás, bukfencezés, hátonrepülés, ilyesmi, akkor te próbálj szóval tartani. Oké, okay. Zoli, te egyébként tudod ezeket még a Red Bull Air részből, te tudod azt, hogy melyik figura az micsoda? A fél kubáni 8-ast fölismerem, az Immelmann forduló az megvan. Az Immelmann, igen. Harci, meg repüléstechnikai, meg repüléstörténeti olvasmányaiból. Kicsit felfrissítem majd az emlékezetet, az Alfa-ról talán megvan. Hát majd úgy próbálom lekövetni, mi történt. A lényeg az, hogy bocsi, feszíts, majd próbálom mindig mondani, hogy comb, has, nyak. Az comb, has, nyak, ahogy mondjuk a fordulókat csinálják. Így van, pontosan ezzel lesz majd gondom. De nem is baj, hát jó, egy párszor már átéltem, valahol nagyon várom is, de mindig azért van bennem egy izgalom. Igen. És akkor egyszer hát, csak jön a riasztás. Ami arról szól, mint ahogy ez szokott lenni, ugye bármely ország határain belül, hogy egyszer csak egy azonosítatlan repülőgép átlépte a határt, és ilyenkor ugye mindig riasztják mindenhol a vadászgépeket. Na, hát akkor gyakorlatilag ez olyan lesz, mint egy bújócska, csak ezt a levegőben játszátok el repülőgépekkel, valahova elbújnak a légtérben, nyilván nem statikusan Laciék az összehutatással a szerencsésekkel, igen, és aztán riasztanak benneteket, bocsi, hogy egy, hát gyakorlatilag egy unidentified flying object. Tulajdonképpen igen. Egy UFO. Megérkezett a légtérben, nem tudjuk, hogy micsoda, nem akar, vagy nem tud, vagy nem szeretne bejelentkezni, és akkor légy szíves, kopogtassatok már be az ablakukon, hogy ők mégis merre, mit keresnek erre felé, és kényszerítsétek egyébként leszállásra? Így van. Pontosan ez a lényeg, tehát mi egy elfogás történik, ahogy ez a protokoll szerint meg van írva, és akkor gyakorlatilag mi ezt az utasszállító repülőt Lacival és a hallgatókkal a fedélzetén elirányítjuk a vadászgépünkkel Kecskemétig, ahol lekényszerítjük őket a földre, azaz ők szállnak le előbb. Baromi izgalmas egyébként szerintem ilyenkor az a rádióforgalmazás, ami mondjuk a két repülőgép között megy. Bizony. Ezt fogjuk hallani? Ezt mi minden terv szerint fogjuk hallani. Tehát mi fogjuk hallani azt, illetve a hallgatók hallják azt, amit te közvetítesz. Hallják azt, amit te velem, vagy a Lovász Lacival beszélsz,
és a hivatalos rádióforgalmazást is, amit esetleg a két pilóta egymással beszél, tehát az utasszállító repülőgép és a vadászgép pilótája beszélnek egymással. Számomra egyébként őszintén szóval ez tűnik a legizgalmasabbnak, úgyhogy majd akkor próbálok csöndben is maradni, nem lesz könnyű megint. De nem, egyébként ez műsorvezető szakmai szempontból is ugye nehéz, hogy mi az, amikor átengedjük a szót, hát majd a lovászulat kell leinteni egy picit, hogy a féktelen kotyogását hagyja abba. Jó. Laci leközvetíti, ahogy mondjuk a légiutas kísérlők megkérdezték, hogy teát, kávét, esetleg paradicsomlevet szeretnek. Igen, tehát egy utasszállítógépről mit lehet izélni? A kapitány bekapcsolta a biztonsági jövek bekapcsolására figyelmeztető tablót, ezt majd így mindenképpen mondom, tablót. És mindig úgy fejezem be Zoli, hogy tud, hogy a szó a stúdióé. Így fogom visszaadni neked, illetve még egyet akartam, fiúk, hogy megbeszéljünk, hogy amikor, bocsi, ti elfogtok minket. Igen. Akkor kicsit azért ellenkezzek? Ezt hogy gondolod? Hát, hogy nem szállunk le. Nem hiszem, hogy a Gripen vadászpilótája veled fog tárgyalni. Hát igen. Hát kivel fog tárgyalni? Ebben a diskurzusban lehet, hogy Laci, te a hátsó sorban fogsz ülni, és a borssal megszórt paradicsomlevedet fogod iszogatni. És nagyon félsz egyébként, mert én is magam is rengeteget repültem utasszállító gépeken, és mindig azon gondolkoztam, egy valamit nem szeretnék átni, kettőt, bocsánat. Egy, hogy kiesik a levegőt, oxigénmaszkot szolgál, vagy oxigén szolgáltató maszk. Egyszer egyébként átértem, de mint kiderült, meghibásodott a rendszer. Az egy ijesztő pillanat volt. A másik pedig, hogy megjelenik az ablakban két vadászgép. Igen. Na, soha. Ugye? És ez az az élmény, amit a Laciék is fognak látni, a hallgatók is fognak látni. Valaki kérdezi, hogy erről készül-e valamilyen felvétel. Én úgy tudom, hogy kapunk felvételt a Gripenről is, hivatalos kér, és természetesen kamerák forognak ott az utasszállító fedélzetőről. Tehát ahogy ti kinéztek az ablakból, Laci, látni fogjátok. Én a szemedbe fogok nézni a vadászpilóta sisakon keresztül. De abban a pillanatban lehet, hogy tényleg előveszem a saját telefont, mert azt le kell fotóznom. Nyugodtan, persze. Simán, mehet Instára. Zoli, szóval egy eléggé összetett lesz ez a feladat. Gyerekek, mondom, nagyon izgatott lettem. Igen, és nagyon-nagyon sokszor, ugye hát itt rengeteg kiszámíthatatlan dolog történhet, tehát neked itt most tartanod kell a frontot. Igen, igyekszem vállalni, nagyon megtisztelő, rám gondoltatok, fölkötöm a gatyát, és baromira várom már, ez tényleg minden szempontból izgalmas lesz, hallgatóként is az lenne, tehát ez biztosan nagyon szívesen végighallgattam, igyekszem az élményt nem elrontani. Ebben biztosan, hogy nem elrontani fogod, hanem emelni. Zoli, köszönjük, és találkozunk már holnap este, találkozunk már Kecskeméten. Yeah. Már alig várom, vigyázzatok hallgatókra, és köszönöm még egyszer. Mi köszönjük, találkozunk, szia Zoli! Szia! Biztonságos leszállás. Köszönjük. Hello. Szia Zoli! De jó, a legjobb választás. Nagyon jó. Ugye? Na, fú, jó lesz ez, izgi lesz. Jaj, gyerekek. Kettőt kell aludni. Ja, jó, most látom, hogy hangcsapdáznunk kell. Bizony, itt a feladvány, én már látom is, de szerintem a Facebookon is megtaláljátok, hogyha még egy kicsit ügyeskedni akartok, meghallgatjátok, és akkor lehet, hogy könnyebben tippeltek. Most hívjatok minket. 0620 22 22 122. A Retro Rádióban. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lett 2 perc múlva. Nos, azt üzenik, hogy sziasztok, tegnap láttam, ahogy gyakoroltak péntekre a gépek. Lentről is nagyon komoly volt, üzeni Ákos. Igen. Sziasztok, de nagy kár, hogy ezeknek a nagy zenéknek ilyen szomorú apropója van. Hát igen, szegény Charlie Watts, ha valaki még nem hallotta volna a hírt, a Rolling Stones dobosa tegnap elhunyt, és hát ezért is játszunk minden órában egy Rolling Stones dalt. Tényleg egy nagyon-nagyon szomorú hír, rengeteg kérdés maradt például a hamarosan következő turnéjuk kapcsán, hogy meg lesz-e tartva, nem lesz megtartva egy másik dobossal, meglátjuk. Isten nyugasztalja Charlie-t. És aztán még egy ilyen, hogy sziasztok, felmerült bennetek ötletként, hogy valamilyen fejre szerelhető sportkamerát, zárójelben például GoPro használnátok? Vagy ez nem merült fel? Nyilván felmerült, tehát ebben a szakmában dolgozunk. Ja. Nem lehet. A helyzet az, és ez teljesen egyértelmű magyarázat. Először is a Gripenen vannak olyan titkos, ami a műszerfalat illeti főleg információ, ami nem kerülhet felvételre, de a legfőbb ok az, hogy ott olykor 9G-t is húzhat a pilóta, és egy mi általunk kitalált rögzített kamera az jó esetben, rossz esetben
elkezdott rendetlenkedni a kabinban. Tehát mi csak olyan gyerek felvételt használhatunk, amelyet a honvédség pilótái a rendelkezésünkre bocsátanak. Tehát mi nem szerelünk kamerát a gépbe. De nyugi, vannak ötleteink, hogy hogyan közvetítsük a dolgot, sőt, még azt is tudjuk, hogy hány mekkora kártya kell, hány gigabájtos a GoPro-ba. Tehát föl vagyunk készülve. Igen, és van videóvágó szoftverünk is, ugye? Igen, előfizettünk rá most. Jó, tehát mint ötlet ezek felmerülnek most abszolút bennünk is. Oké, jövünk az Andrással. Hello, András, jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! András, te hol vagy? Én Pápán. Hát ott is van egy gyönyörű repülőbázis. Igen. És szoktad hallani őket? Dolgoznak? Dolgoznak rendszeresen. Vagy utasszállítók is gyakorlatoznak, teheri repülők. Aha. Na jó, András, kezdjük el a játékot. Látom, belecsúsztunk a 9 órába. Mutatjuk neked a hangot. Mehet? Köszönöm, igen. Csak mondd Ágét is, az Edbok is bájbok lámpa világ, Nort, az üzek nem jutnak, hogy mikor neve nem jut olyan, a kijövő kapcsolat piros, amikor a ma ezt tanulnák a szedbe, de olyan, akkor már nevődik, és akkor nagyon mert tévé. És hogy akkor megyem, majd egijedtem, hogy olyan, mint a nevek, hogy a teszembe aztán is. Nagyon jellegzetes. Persze. Szerintem igen jellegzetes, én a Stoll Andrásra tippelek. Mondtam ezt egy bizonyos agy, hogy működik, olyan, mint amikor a stand-by-ba kapcsol a tévé. Hogy csak a kis piros lámpa világít. És akkor már nevek nem jutnak eszedbe, de olyan nevek, hogy nem tudom, az Edward Norton neve nem jutott eszembe. És akkor nagyon megijedtem, hogy vajon, ha kijövök, akkor megyen majd a tanulás. Na, hát szuper. Gratulálunk. Jön egy bocsizacsi, belerakunk Summer Edition napszemüveget és sörnyitót, ugye? Egy koncsót szeretnék. Jó, küldjük. Rendben. Rendben. Később majd írjuk a címedet is. Jó, köszi nagyon szépen. Köszönöm. Szia, András. Sziasztok. Hello. Na, valaki üzeni 2010-es rep napról, van egy pár darab fotón bocsiról. Szívesen megosztom veletek, ha kapok egy e-mail címet, ahová elküldhetem egy ex-katona. Jó, szívesen várjuk a bocskor@retroradio.hu-ra. Bocskor@retroradio.hu. Elküldöd. Oké, köszönjük szépen, aztán Agrárszerda, jaj de jó, ami drága Volgánkkal, és ez a téma engem kimondottan érdekel, méghozzá gyümölcs aszalás. Ja, most van pont egy almád, amit meg kéne aszalni. Nem csak az, egy csomó minden van, és hát miután a Voga vélhetően aszal, én nem aszalok, és én azért nem aszalok, mert az aszalógépek rondák, ezért meg kell beszélnünk, hogy vállal-e bérasszalást. Jövünk mindjárt. 9 óra 15 perc, azaz 4:10 van. Jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Gyuri. Jó reggelt, hello. Szia, Anett, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, ami fontos, az egy közlekedési hír. M3-as Pest felé 60-as kilométer, kamion az árokban, torlódás kb. 3 kilométer. Ez egyik bocsi, csak szeretném kérdezni, hogy a Gyuri hol lesz pénteken? Sikeres leszállás nektek, követni fogom rádióban, királyok vagytok, szép napot, Angéla. Gyuri ott lesz gyakorlatilag mindenhol. Nem lesz levegőben, ő a földön próbálja irányítani a dolgokat, hogy tényleg minden. Higgyétek el, egy olyan órarendet állítottunk össze, ahol a katonai szempontok benne vannak, a rádiós szempontok benne vannak, a közlekedés, mert ugye A-ból B-be csak átöltözni, oda is már autóval kell menni, hiszen olyan hatalmas az a reptér. De ezeket próbálja a Gyuri koordinálni, nyilván a Szújó Zoli mellett fog állni sok esetben, tehát ilyen. Többször fogunk átöltözni, mint Beyoncé egy koncert. Igen. És jaj, Voga, te Isten király, üdv a McLarenes. Hát erre megnyomom a gombot. A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey, Voga, a vonalban Voga processzor. Jó reggelt, Vokci! Hello. Mondok, jó reggelt mindenkinek, valamint Svej. És Külön köszöntöm én is az egyetlen rajongomat, McLarenest. Nem az egyetlen, Bokci, ezt te is tudod, de ő nagyon nagy. És most tért haza Malajziából, ezért volt ő távol. És atya akkor, úristen, igen. A jó kiroccanás lehetett. Na gyerekek, ja, ezt előre elmondom, béraszalás, a franct soha, ne is álmodoz róla. Viszont pedig én gombát akartam volna, nem is barackot. Jó, keres, ne van neked olajba elrakva ezért a szarvas gombát, ha jól emlékszem. De nem szarvas gombát, simán champignont, tehát csiperkét, ilyesmit, nagyon-nagyon intenzív íze lesz, hogyha a gomba aszalva van, az nagyon finom. Jó, azért beszélhetünk róla, tehát távaszalást vállalunk. Távaszalást. Na de tényleg,
Én azért nem, mert én nagyon-nagyon sokszor szemezgettem aszaló berendezésekkel. Ilyen ronda dolgot még életemben nem láttam. Nem igaz. Én szereztem design, nem statikus, hanem ráadásul forgótárcsás. Mm. Ezeket a neveket én adom neki, nem érdekes. Tehát a lényeg az, hogy ennek, tudod, van rajta ilyen 8 tárcsa, amit be lehet rendezni, és ez pörög különböző sebességgel, beállítod az irányát és akármit, a hőmérsékletet, a mikor kapcsoljon be, mikor kapcsoljon ki, és stb. Tehát nagyon... Téged lenyűgöz a technikája, de amikor ott van egy ilyen nagy kerek, ilyen tejüvegszerű plex, műanyag fedővel egy ilyen narancssárga készülék a konyhát közepén, az borzalmas. Hófehér. Egyébként az az igazság, hogy tényleg csak azok teszik ezt, akik státuszszimbólumnak tekintik a konyha berendezéseket, hogy mindent kiragnak. Én utálom, hogy a konyha asztal tele van mindenféle hülyeséggel, konyhagépekkel. A konyhagépeket elrakjuk a szekrénybe. Én még a nekem mondjuk nincs is kenyérszeretelem, vagy ilyen, minek hívják akármilyen szeltől, azt egy hülyeségnek tartom. Arra van a kés, de például mit a húsdarál, ezeket nem rakom kinek a robot. Ebben igazad van, már bár mondjuk van egy pár dizájnos készülék, ami a konyhában jól néz ki, de én is szeretem elrakni, csak már nem tudom hova. Tehát már van jégcsinálógépem, elrakom. Akkor... Nem, a jégcsinálógép az elmegy, de ilyenek maradhatnak ki szerintem, hogy például kávéfőző, igen. És kenyérpirító, mondjam mi. Kenyérpirító, kész. Kávépőző, kenyérpirító, jéggép. Ez a tipikus, hát a jéggép az nem annyira panelbarát, de csak az ára miatt gondoltam. Igen. Na, gyerekek, ugorjunk rá az aszalásra, mert tényleg ez egy nálam egy teljesen új dolog, és egy frankó téma. Hát, amit érdemes aszalni, hát a te almádból eldobtak, abból még lehet például almacsipszet csinálni, mert ugye az alma körte erre kíván alkalmas, meg a banánt szoktunk még csipszelni. De milyen hát, jók azok? Jók, de ezeket inkább gyakorlatilag sütőben szokták csinálni a háziasszonyok. Emlékszel, én csináltam ilyen szárított paradicsomot sütőben, amit elraktam rozmaringos fokhagymás olívaolajban? Igen. Tök jól sikerült. Én is szeretnék majd neked kedveskedni az enyémmel. Na. Ami szintén olyan, de én nem teszek bele fokhagymát, tehát ezt rábízom az ízesítést, majd rád bízom. Ildikó csinálta egyébként, szintén ez extra szűzolajba kell tenni egyébként, ez a titka az egésznek. Rétegenként kell rakni, de hát ide majd a végén jutok el. Jó. Na, a lényeg az, hogy a paradicsommal én próbálkoztam már régen is olasz módra, tehát Magyarország alkalmatlan, hogy napon szárítsuk a paradicsomot, pedig ők úgy szokták, én már láttam olyat is, apám, hogy fölfűzve egész paradicsomokat szárítanak, amit egyszerűen nem értek, hogy hogy csinálnak. Valószínűleg a napsütéses órák száma valahogy ott másmilyen, meg tudom én, a technológia, vagy maga a paradicsom más. A lényeg az, hogy nekem sikerült összegyűjtenem a körtjék összes hangyáját és darazsát, tehát semmi, egy nagy penész csomó maradt az egész. De az kell légmozgás is, mert akkor tényleg bepálik. Mert folyamatos... Figyelj már, a kút tetején, ami kint van a szabadban a kertben, annál nagyobb légmozgás nem igen van, még fújtam is rá, tehát mindegy. Tehát ennél nagyobb húzat nincsen a telked. De te az erdőben laksz, hát nem is érd, hogy... Erdő felől fúj a szél mindig. A darazsakat fúj a szél, igen. Na mindegy, az, de rengeteg paradicsomot sikerült megrohasztanom a napon. Na, és akkor ugye jött a csütőbe csinálom, hát ez nekem szintén nem jött össze, mert én nyáron én nem tudom elviselni. Ki kell nyitni egy kicsit ilyenkor a sütőt, és ugye hát ugye a pára távozzon, mert különben sosem szárad ki csak Rómáig, de az meg nyáron ezért nem megy. Nem, nyáron. Én elmondom neked, ez kb. 90 fokon kell, reggel beteszed, félbevágod a paradicsomokat, tehát azért a nedves felület az felfelé nézzen, félbevágod a paradicsomokat, 90 fok, nem több, és légkeverésre. Igen. És... A légkeverés az nagyon jó, igen, mert akkor távozik a pára. És ennyi, és estig benne hagyod, és akkor már nézed, ahogy úgy zsugorodik össze, igen. És akkor, ahogy mennyi nedvesség tartalmat hagysz még, az attól függ, hogy mi az ízlésed, igen. És akkor... Hát a 90 fokot azt felejtsd el, mert minden hasznos anyag távozik belőle, tehát a netán volt a paradicsomodban vitamin, ja, milyen paradicsom, bocs. Tehát a boltban vásárolt paradicsom, amikor azt te aszalod, vagy legalábbis eltávozik belőle minden, annak körülbelül a hungarocellel és a, mit tudom én, a
fareszelékkel vagy a faforgáccsal lesz azonos az íze, tehát semmi íze nincs. Én most jöttem rá arra, amikor a kettőt kipróbáltam, hogy egy kertben termelt paradicsom és paprika mennyire más ízű tud, tehát annak van paprika illata, paradicsom íze, édes, stb. Nem tudok megbarátkozni azokkal az átkozott fürtös paradicsomokkal, amiket nincs víz, egy hajtatott, fölpuffasztott, olyan, mint amikor a libamájat telenyomják zsírral, meg vízzel hazaviszed, és lesz belőle egy ízét, egy tyúkmáj, érted? És ezt vetted 8000 forintért kilóját, érted? És tehát a lényeg az 60 fok alatt, mindenképpen 60 fok alatt, igaz, hogy kell neki, van, amikor 48 óra akár, de megéri, mert akkor lesz belőle az a bizonyos összeszáradt cucc, ami már nem tud megromolni, mert a nedvességtartalma szinte nulla. Igen. És utána van egy nagyon nagy csoda, amit nem is tudom, hol olvasott az Ildikó, hogy alma ecetben kell egy kicsit megfürdetni, tehát lelocsolod vele ezt a szárított paradicsomot, az ember azt hinné, hogy majd savanyú lesz tőle, még jobban kihozza az ízét, tehát mit tudom én, egy ilyen 20 deka szárított paradicsomhoz kell körülbelül 1 deci 3-1 arányú 5%-os alma ecet, ezzel átmosod, és ezek után rétegeled le olajba, de úgy, hogy egy réteg olaj bele a paradicsom, megint egy réteg olaj, hogy még csak véletlen sem maradjon közötte búhely. Levegő. Aztán közben te rétegenként fűszerezheted, mit tudom én, tudod, piszok olaszosra, mint ahogy a csajok szokták a izén, a befőző oldalakon, tehát tehetsz bele annyi oregánot, amennyi ízléses még, és utána ezt lezárva nem kell megijedni, a hűtőben rakod, ugye azért az extra szűzolajnál, hogyha eredeti, akkor lesz némi kicsapódás, tehát kicsit kifehéredik, de hát ha előveszed, akkor utána... Jó, persze, egy picit ott bekásásodik, de az... Igen. Igen. És így egy évig, akár egy évig eltartható, viszek neked ilyet egyébként. Jó, egyébként én imádom, tehát hozzál, de akkor most én is legközelebb csinálok egyet. Ahhoz kell okay. Egy szabad nap, hogy azért ne hagyjam úgy a házat, hogy azért megy a sütő, de az én reggeltől estig, én az, na mindegy, jó, majd cserélünk. Hát azért megmutatnám neked a gépemet, mert azért, fú, te azért az látványa. De mi hogy nék? És kerek? Tehát tényleg ilyen ronda? Kere? Nem ronda, fehér, hófehér kerek, minden fehér. Küldj már egy fotót róla, tényleg. Jó rendben van. És forgótárcsás. Ja, és emelhető tárcsa, tehát hogyha te nagyobb dolgot teszel bele, például gombát, akkor ugye, vagy szilvát, vagy olyan, akkor meg kell, tehát akkor nagyobb távolságra kerülnek egymástól ezek a tárcák, forgótárcák, minek következtében ugye elférnek. Hát jó, dinnyét nem lehet görög dinnyét asszalni benne, nem is éri meg egyébként, mert ugye ami marad belőle, nem tudom, mire lehet használni. Igen. Jó, és miket asszalsz, János? Hát kérlek szépen, ha már így rákérdeztél, mi az a őszinte érdeklődés? Én szerintem a mi életünkben ez a kérdés soha nem volt már. Nem. Várható. És mondj csak, miket az az János. Beszarok. Édes Istenem. Ugye? Tudtam, hogy egyszer ez eljön ez a pillanat. Miket az János. Igaz, hogy úgy tűnt, hogy ez az STK-ban fog megtörténni, ez a beszélgetés, de nem. Igen, ez körülbelül az a kategória, igazad van. Ez a, igen, ülnök egymás mellett a személyzetén az esztékkel, és mondd csak, hát kérlek szépen mondanám is. Most ugye, ami aktuális, ugye, az a szilva. Szerintem bármit mondok, most már röhögni fogsz, de rohadék. Na figyelj ide, tovább megyek. De alul van, tehát olyat is lehet, hogy különböző dolgok vannak egy aszalás alatt? Tehát alul egy szilva... Igen. Jó, hát ízét, mit tudom én, szárított bivajhúst ízé mazsolával együtt ne baszaljál, mert hülye lesz az íze. De például a szilvát nyugodtan paradicsommal, tehát rétegeket teszed föl. Mit akarsz, hogy a szilvának legyen paradicsom íze, vagy a paradicsomnak úgy helyezd? De átmegy? Igen, de nem lényegtelen ez. Igen, igen. Nézd, én kipróbáltam például az aszalt, vagy a szilvát tettem alulra, fölülre paradicsomot. Igen, egy picit érezni rajta, nem rossz egyébként, nem rossz. Hát, hogyha mit tudom én, a szilvának paradicsom íze van, vagy illata, az már nem olyan jó, de mit tudom én. Tehát miket aszalok? Tehát, jó, akkor jó, ez ilyen, most elmondott barack még minden. Figyelj, van-e olyan, amit te kísérletkép megpróbáltál megasszalni? Igen, sajnos. Igen. De mondd, mikkel próbálkoztál?
Igen, hallal. Nem áll. Igen, rántott ponykarikákat próbáltam kiszállni. Ponykarika. Nem. Vizét próbáltam ezt a... Azt mondták, hogy magyar függ, nem magyar függ, ez a zöld, világos zöldtévű függét, ezt nem lehet aszalni, csak a lilát. Hát, nekem sikerült. Igaz, hogy... talán le kéne darálnom, mert olyan száraz lett, mert hát ugye azt illik elég szárazra csinálni, ne romoljon meg, hát nekem sikerült túlzásba vinnem. Aztán vettünk mi a fenét, képzeld, kaptunk rókagombát, és le volt árazva, gyanús volt már nekem akkor, de a rókagomba, azt tudjátok, azért elég ritka, és hát szinte már fűszernek használják, tehát tényleg nagyon klassz. És mivel elfelejtettük, hogy ott maradt a hűtőbe, ezért gondoltuk, hogy hát egy fene, akkor meg dobjuk az... be az aszalógépbe, még talán úgy meg tudjuk menteni. Az bekerültek a kis rudik, aztán csináltunk belőle gombaport, aztán azzal próbálunk tehát megszárítottuk, és azt bevágtam az aprítóba, puf, aztán azzal tudod így ilyen... Aha, ez jó. Például ilyen, hogy én például hagymakarikákat próbálnék, vagy fokhagymát. Hát ez, figyelj, hát ez frissen jó. Hát, tudom, de hogy mit csinál szárazon? Hát ugye az aszalásnak az a lényeg, hogy koncentrálódnak az ízek. Persze, így van, és jó, és kis helyet foglal, így van. Ezért mondtam, a görögdínyét lehet vele próbálkozni. Sok íz kis helyen. Így van, persze, még a hűzi evőeszköztartóba is bedobáltat. Tehát igen, nekem ez volt a nagy íz. Most a gomba az, amit mondtál, nekem még az izgató, mert valóban az a piszok jó benne, hogy egyrészt, hogy marha sokáig eltartható, ugye, mert azért a fagyasztóban, amikor kiengeded, olyan, mint az borzalmas. A medúza olyan lesz, tehát az nem csipem. Viszont ha kiszárítod, akkor valóban íz. Te például azt mondtad, jól emlékszem, hogy szarvasgombát használ, sőt, azt mondtad, ez nem is szarvasgomba, hanem szarvasgomba olaj, tehát hogy abban az olajban esetleg szarvasgomba por vagy valami van bele. Engem ez izgat, tehát hogy valami nagyon intenzív illatú vagy ízű gombát azt aszalnék. Te azt mondtad, hogy csiperkét aszaltál? Nem, de már ettem szárított vagy aszalt csiperkét, és hát sokkal intenzívebb az íze, de hát ugye persze, a vargánya zseniális. A szárított vargányát, ha kapsz, akkor hát az maga az aroma, tehát az olyan tömény. Hát én szárítom, hát figyelj, ha valakinek van aszalógép, ez nem is, az hallani nem akar az aszalékokról, meg az aszalmányokról nyilván. Hanem... Persze, csak vargányát nem lehet kapni, tehát ezzel ez a baj, frissen, maximum fagyasztva, ilyen hétköznapi helyen, és akkor, na mindegy, jó. Nem, mert Vokcika, megszólalt a duda, de aszalj nekem, léci. Jó, rendben. Mondtam, hogy távaszalás, tehát ezt a paradicsomot csak azért mutatóban elhiszem neked. Ha tetszik, akkor esetleg megegyezhetünk, de hát nem egy tündér álom dolog. Tehát 2 kilóból lesz 10 deka, érted? És piszok sok hőt fogyaszt, és marha sok babra van vele, és egy kis üvegben elteszed, és a vége az, hogy piszkosul elfelejted, és egy év múlva azt mondja, mi a szar ez, anyu? És akkor az Isten tudja, mi van benne. Igen. Na hát ennek a 99%-át te fogod csinálni, az 1% az elfogyasztás, meg bocsi. Így van. Jó. Oké, Vokcika, köszönjük szépen, és csőkutya. Hello. Ú, gyerekek, erre aztán rá pörögtek. Bocsi, te Isten vagy, te tudsz sun-dried tomátot készíteni? Üzeni szlovák lány. Abszolút, és nagyon-nagyon jó az enyém. Vokci, csodálatos tippek, amúgy is imádom az aszalt paradicsomot, üdv második lelkes rajongó Gyoci a Bordiller. McLarenes mellett Voga új rajongója, a 15 és fél éves lányom. A görögdíny és kert rovata után mindent visszahallgat, amit Vogától talál, imádjuk őt és benneteket is. És a rögéstől kiköptem a kávét, Istenem Voga, imádom, üzente Dóra. Jó. Na, ennyit az aszalásról. Jöjjenek a mai nap legjobb pillanatai. Így van, ezek UFO pillanatok? Pokori, nem, a legpokoribb sztárszomszédok. Gyerekek, ez hihetetlen, hát megtaláltuk Hollywoodban azokat a sztárok, akik a legelviselhetetlenebb szomszédok. Igen. Azt hittem, mondasz te is valamit. Nem, mennyire igazad van. Ez a Bocskor! Félek, hogy valamit megnyomtam, amit nem kellett volna. DJ Lambui, igen. DJ Lambui megnyomott valamit. 10 óra lesz 3 perc múlva, és ki jön most, Gyuri, mit tudsz? Hát Jézuka, úgy tudom.
Na, szerintem is. Te is így tudod? Így van, Iza jön, és ő követ bennünket. Na, igen, igen. Mi lett a szűzmárjával, amit Iza vett, és mi elvettük tőle, amikor nem volt, amikor Szabin volt? Azt hittük, hogy el tudjuk vele boltolni, de ragaszkodott. Ragaszkodott hozzá. Igen. Nem, volt egy nagyon szép ilyen karácsonyfa égős, kivilágítós asztali szűzmárjája. Guadalupai szűz, igen. Guadalupai szűz. Szerintem. Utoljárjait az Esmeraldában láttam, úgyhogy szerintem guadalupai lesz. De nagyon-nagyon illet az irodánkban. Na mindegy, hát ez az övé, nem vehetjük el. Én egy izzót kivettem belőle, mert pont jó a karácsonyi fénybe, de bocs. De akkor te még a apád 78-as égősorát használod. Nagyon jól működik, ugyanolyan hangulatot csinál, mint ezek az új szírszar ledek. Sziasztok, hallgatom, hogy mi mindent aszaltok, el nem tudom képzelni, hogy hogy. Ha több ideig bent hagyom a zöldséget a sütőben, akkor megég, nem egy napig, két órán keresztül szép napot kívánok. Hát figyelj, minden a hőmérséklet. Én ugye mondtam a 90 fokot, és az estére megvan a paradicsom. Félbevágva a voga azt mondta, hogy még alább, és akkor inkább 48 óra, inkább ez a 40 fok. Na mindegy, most mit imbolyogsz? Csak így járok. Azért, mert téged nem érdekel az asszalás, attól még megbeszéltem az én drága barátaimat. Abszolút, csak közben én csendben pótcselekvést követek el. Sziasztok, lemaradtam a pénteki hadművelet jelentkezéséről, be lehet kerülni még az utas szállítóba. Köszönöm, Ibolya. Ibolya, nem, erről tényleg lemaradtál. 50 hallgatót tudtunk, hát gondoltad, hogy mekkora túljelentkezés volt, és ők már ki vannak értesítve. Jó, akkor azt mondja, hogy nem hiába több évtizedes rádiós múlt főni, ismét egy zseniális kérdés. És miket aszalsz mostanában, János? Sziasztok, Géci! És na, viszlát, táv, aszaló félisten, vedd a géruhát is irány a zöldséges aszalni való vargányáért, üzeni a Tonyó, hát ha lenne a zöldségesnél vargányán, örülnék, de köszönöm a tanácsot. Rendben van, hát akkor mára ennyi, holnap még innen a stúdióból. Köszi, Anett! Köszönöm én is, holnap találkozunk. És készülj megint valami tanácsadással az időjáráshoz, miért öltözködés. Ez mindenféleképpen. Jó, léci, oké. Jó van, hát akkor holnap reggel 6:08. Gyuri? Viszlát!